Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok. Akik ma este velem vannak... Ficsor Zoltán, azaz Fifika. És az erős pistás gomolya. Mellől Pivko Krisztián alias Mujó. Figyelj már, Fifika, szerintem valami automatikus hangkorrekció be van nálad kapcsolva, mert az elején megugrottál, és utána rohadtul lehalkultál. Úgyhogy azt nézd már majd meg, hogy nincs bekapcsolva véletlen ilyen automatikus hangerőz. Nincs. Nincs? Oh shit. Nincs. Minden, oh, yeah. Mindenek előtt a leges, legfontosabb hír, és ezt személyesen Clairvoy felé szeretném dedikálni, de ezt majd inkább egy kicsit később. Mi történt veletek, fiúk? Húha. Mujó, kezd most te. Mindig én kezdem. Én kezdjem. Sok minden most nem történt velem a héten. Végre a végére értem annak a Vivaldi darabnak, amivel hónapok óta szenvedtem, úgyhogy most végre megtanultam egy az egyben. Másfél oldalas kotta. Úgyhogy ezt meg akarom érteni, hogy minek kell megtanulni, ha ott van előtted a kotta? Azért kell megtanulni, többféle iskola létezik ebből a szempontból. Van, aki azt mondja, hogy nem szabad, vagy nem szükséges megtanulni a kottát fejből, mert hogy úgyis ott van az ember előtt. A másik vonal meg azt mondja, hogy a legjobb, amit tehetsz magaddal, meg a, hogyha zenekarba játszol a zenésztársaiddal, hogy tudod fejből a kottát, és kicsit visszahangozódok, valahonnan visszahallom magam. És most? Most nem. Akkor te voltál. Hát talán. De nem, visszahallom magam továbbra is, csak halkabban. Na, próbálj beszélni. Most megpróbálok beszélni, és visszahallom magam újfent. Beszélj akkor. De így, hogy visszahallom Igen, magam. Igen, beszélj, és majd mindjárt kapcsolok valamit. Jó, rendben. Akkor úgy csinálok, mint aki beszél, és Charlie majd mindjárt kapcsol valamit. Már kapcsoltam. És hiába kapcsoltál, mert olyan hangom, úgy hallom vissza magam, mint hogyha a szobába hátul mennék a tévében állad. Jó, ez nem én vagyok akkor. Akkor Fifika. Fifika kizárt tőled, dolog. Hallom. Hát pedig. Kizárt dolog. Én magam nem hallom vissza, de téged hallak visszhangozni. Na most viszont most eltűntem. Most eltűnt. Ha. Charlie valamit csak varázsolt. Semmit nem csinálok, értsétek már meg. Nem igaz. Mondom, hogy nem. Na mindegy, lendüljünk túl ezen. Jó. Szóval többféle iskola létezik ebben a kérdésben. Az egyik az azt mondja, hogy alapvetően fölösleges fejből megtanulni a darabot, mert valóban úgyis ott van az órod előtt a kotta. És a másik iskola meg azt mondja, hogy a legeslegjobb dolog, amit tehetsz magaddal, meg a zenésztársaiddal, hogyha zenekarba játszol, hogy tudod fejből az egész kottát, mert jóval magabiztosabban tudsz játszani, és bármi gebasz van a kottával, akkor nem akaszt meg. De igazából én ilyen hibrid, az én tanárom ilyen hibrid iskolát vall, tehát egyrészt erőlteti a folyamatos kottaolvasást is, másrészt meg azt is, hogy tanulja meg az ember. Így igazából az a legbiztosabb, hogy ha meg is tanulod a kottát. Plusz, ha megtanulod a kottát, akkor tudsz gyakorolni úgy, hogy hangszer nélkül, csak simán fejben játszod a darabot. Ez olyan, mint mikor az óriás műlesiklók lemennek fejben? Gondolom, nem tudom az óriás műlesiklók. De fordítva gondolnám, hogy lehet kotta nélkül gyakorolni, csak ezt még úgy nem láttam, hogy így nézed a kottát, és úgy gyakorolsz fejben. Meg nekem úgy van, hogy én is játszottam hangszeren, és 5-10-20-szor lejátsza az ember kottából, és utána rögzül. De hát ez csak rögzülnek én vagyok. Ezek, de kiváltképp mondjuk egy hosszabb darabnál, azért vagy egy nehezebb résznél vannak olyan pontok, ahol elbizonytalanodik az ember. Én azt figyeltem meg, hogyha nem tanulom meg Tövéröhegyre, hogy így fejbe el tudjam játszani az egészet bármikor, akkor mindig marad egy-két olyan sarkallatos rész a darabban, ahol hajlamos vagyok megtorpanni.
és az úgy annyira nem túl funky. Hagy világosítsam meg Charlie-t egy na. Picit egy hasonlattal, mert látom, hogy ez így laikus embernek nehezen fog leesni. Istenem, talán... ez is voltál, tehát az akasztott ember mellett még... Nem, csak miután zenészekkel dolgoztam együtt. Mondom. Hát, Charlie, MIDI stúdióba vagyok otthon, ezt már egy pár szó elmondtam. Ez nem tükrözi a hangminőséged. Vannak MIDI klóriának? Vannak bizony. Tehát az a különbség, mint ha fölolvasol egy szöveget, vagy megtanulod a szöveget, és úgy adod elő. Tehát ennyi a különbség a kettő között. Hát lehet, hogy ilyen amatőr szinten, mint mondjuk te, de mikor én egy Master of Puppets-et lejátszottam, akkor az bazd meg minden, hogy jó volt. Úgyhogy Clairvoy, ha tudsz bassgitározni, csinálhatunk egy frankó kis zenekart. És Krisztián lenne a hegedűs. Fifika meg a dobos. Jó, de ez popzene, érted? Tehát azért nagyon repetitív a dallam. Bárhova be tudlak téged passzintani. Nem azt mondom, hogy nem lehet hegedűt tenni popzenében, mert tudjuk, hogy lehet, csak azt mondom, hogy egy popdal egy szólamában, és akkor mondjuk a Metallicát lepopdaloztam, és azért lehet, hogy sokan meg fognak követni, de hát populáris zene. Úgyhogy szegről végről popzene. Hogy ott egy darab szólamnak, egy darab hangszernek a feladata sokkal rövidebb és ismétlődő részekből áll. Míg szemben mondjuk egy másfél A4-es oldalt feltöltő, hogy hívják, a barokk zenével. Hogy persze azokat a rövidebb darabokat baromi hamar megtanulja az ember. Na jó, van, hát ezt majd elhozhatnád a találkozóra a hegedűdet, és beszámolhatnál az aktuális tudásszintedről. Erre jó, majd rendben. Egy szavazást is ki fogok írni. Jó, rendben. Írj ki szavazást. Aztán legfeljebb nem viszem. Hát meglincselnek. Még nagyon hamiskáson játszom sajnos, de javul egyébként, érdekes, hogy javul. Pont ma volt egy olyan pillanat amúgy, hogy kurva régóta küzdök azzal, hogy felszabadítsam mind a bal kezemet, mind a jobb kezemet, és ja, a másik, ami miatt nagyon fontos, rettenetesen brutálisan megtanulni a kottát fejből, hogy legalábbis nálam az a jelenség, hogy minél több dologra kell egyszerre figyelnem, annál pontatlanabb mind a kettő, tehát annál lomhább a jobb kezem, annál lomhább a bal kezem, és hogyha mellette még a kottát is olvasni kell, és meg kell próbálni visszaemlékezni, nem magától jön, akkor ez rettenetesen durván visszaveti a teljesítményt minden szempontból. Míg, hogyha már egyáltalán nem kell gondolkozni azon, hogy mi a kotta, nem kell olvasni, és már a bal kezemben is benne van az egész, amit játszani kell, akkor sokkal felszabadultabban működik az egész. Mi adjunk hálát az úrnak, hogy nem dobolsz. És hogy nem mi vagyunk a szomszédai. Tehát azért ez, mert ugye a hegedű az pont az a hangszer szerintem, amit kurvára nem lehet így, tudod, így lopva hegedülök. Tehát... Igen. Az elektromossal lehet egyébként, ha nincs kierősítve. Meg ugye normálisan a hegedűről is lehet kapni azt a nagy fémtuskót, amit ott a híd mögé szerelsz, és akkor így elfolytja a rezgést, és sokkal-sokkal halkabb, de valóban egy kurva hangos hangszer. És átmegy mindenen. Át, az olyan. Ne is veled, Fifika? Hú, hát velem eszméletlen sok dolog történt az elmúlt adás óta. Az egyik ilyen, hogy itthon van a középső lányom, az... Fú, de szépen akartam... Remélem, nem a nevén gondolkozol. Angliából, hát a neve az Berenike. De itthon van Angliából, és hát gyakorlatilag egy évben egyszer vagy kétszer szokott hazajönni, és most van az a 10 nap, amikor együtt lehet így a család. Voltunk medve köztársaságban természetesen, és képzeljétek el, Nagyszent Miklóson van egy új szobor,
aki még nem tudta volna, Nagy Szent Miklós egyébként, ha már a zenénél jártunk Krisztián kapcsán, Bartók Béla szülővárosa amúgy. És van egy szobor, egy nagyon klassz szobor, Bartók Béla ül egy széken, és így 45 fokba mellé fordítva van egy üres szék. Tehát úgy tudsz fotózkodni, hogy leülsz egy asztalhoz Bartók Bélával. Természetesen készítettünk ilyen fotót, és akkor utánunk jött egy ilyen kis család, ott meg a gyereket beleültették a Béla bácsi ölébe, és utána én visszamentem, megnéztem, valóban úgy van a szobor megkomponálva, hogy egy gyerek kényelmesen bele tudjon ülni a Bartók Béla ölébe. Úgyhogy ez egy ilyen nagy élmény volt számomra, hogy ennyire fejlődik ez a kisváros. Illetve voltunk a város vendéglőjében, ahol egyébként egy házaspár a tulajdonos, és ilyen furcsa, hogy a férj tud magyarul, a felesége meg egy mukkot se. Ott ettünk, hát vannak még hiányosságok, de nagyon finom volt minden. Illetve még utána voltunk Aradon, tehát így csináltunk itt a határközeli városokban egy jó kis kirándulást. Innen üzenem mindenkinek egyébként, hogy élelmiszerén most már lassan megéri átmenni Romániába, ugye 5% az élelmiszer áfája. Úgyhogy, ja, és iszonyatosan jó sörök vannak. Tehát a nem tudom ki mennyire sörös, mondjuk én nem annyira, de azt illő tudni a sörről, hogy a sör nem attól jó, mert mit tudom is én, olyan a receptje, vagy akár, mert sör alapvetően akkor jó, hogyha jó víz van hozzátársítva. Tehát a világ legjobb sör receptjét is el lehet egy rossz vízzel szúrni, és Romániában pedig hihetetlen jó forrás meg talajvizek vannak. Hegyi patak, hegyek, csak belepisülnek a medvék. Igen, hát és? Lehet, hogy ettől attól, olyan jó a sör. Attól olyan jó a sör, így van. És tehát még az ekte román márkák is hihetetlen finomak. Másrészt meg a nagy francia áruházláncok vannak benne Romániában, tudom is, ilyen olyanok, mint a Carrefour például. Tehát egy csomó nálunk nem annyira kapható áru megszerezhető náluk. Úgyhogy én egyébként mindenkinek ajánlom, hogy legalább egyszer menjen ki és nézzen szét. Nagyon jó sajtjaik vannak, a román sajtok, a joghurtok, illetve ott szána van, ami valahol a joghurt és a kefir között van. Ilyen 9 deci 4 ron, az 280 forint, tehát tényleg nevetséges árak. A chips, az 2 ron egy Chio chips, az 140 forint. Tehát mondom így hihetetlen, hogy eddig ők jártak át hozzánk bevásárolni, és most úgy néz ki, hogy kezd így megfordulni a kocka. Ez Magyarország jobban teljesít. Magyarország jobban teljesít, igen. Ez volt az egyik ilyen jópofa kis történet így a hétvégére. És hát a másikról majd beszélünk adás közben, mert ugye nekem miután ott van a munkahely, meg a laboratórium, meg minden, volt egy másik aranyos élményem, de azt majd külön ki fogjuk még tárgyalni adás közben. Hát nagyjából ennyi. Charlie? Most azon gondolkozom, igen. Hogy igen, megint megszegtem az adott szavamat, mert mondtam, hogy írni fogom, hogy mik történtek velem a héten, de kurvára nem volt még arra se időm. Az biztos, hogy megjöttek a jó kis
Xiaomi aksik. Ugye jött egy 10 000-es, meg egy 16 000-es. Töltöttem vagy egy napig. De nagyon faszán dolgozik, szereti asszony is, gyorsan rádobtam a szilikontokot, aztán hadd szóljon. Aztán mi történt még? Hát látástól Mikulásig, gondolom mindenki. Aztán... Erősen kell gondolkozzak, de... Ja igen, már akkor is azon dühöngtem, hogy Fifika biztos olyan elbaszott hangon fogja szívni a cigit majd az adásba, és bejött, és bejött. Hát bazd meg, hogy neked... Nem nekem. Ezt majd az olvasói kérdéseknél kitárgyaljuk. Ezt majd ott szépen finoman. Jó, hogy még Blackinek is a becsületére válna. Fekete maszkkal. Borzasztó. Aztán mi történt velem? Hát úgy más nem. Találtam nagyon... Ez most komoly? Ezt direkt csinálod? Mert hát csak azért, mert kurvára nem vicces. De nyugodtan abba hagyhatod. De csináljunk majd egyszer egy olyan podcastet, hogy nem cigizünk benne. Hát csináljuk. Aztán mi volt még? Hát ugye... A klervojos dolog kiderült a héten, de egy kicsit még várassuk Clairvoyt tekergessen idegességébe jobbra-balra, hogy vajon mi lesz az. Meg hát természetesen a bétával ment a hentelés, ugye, mint Mujo Division, Tom Clancy's Divisionje. Most már kijött valami movie-szerű trailer is hozzá. Az nem most volt, az előző héten volt, Charlie. Most már. Tök mindegy, egy hete, most már. Adás időben tekintve most már. Jól van. Aztán mi volt még? Elfogyott az egyik ballonmálnám, és újra kellett töltenem. És... Ja igen, és hát folyamatosan agyaltunk ugye, hogy milyen platformon folytassuk a kokettálást, mert leírni nem tudjuk, hogy milyen idegben vagyunk, mikor adásfelvétel van, mert már lelőjük a netet, lelővünk pornót, lelövünk torrentet, már mindent lelövünk, és egyszerűen olyan borzasztó szar, hogy már azt hiszed, hogy jó, és aztán mikor már pont benne vagyunk ugye az adásmenetben, na akkor kezd el szar lenni a Skype, úgyhogy folyamatos platform vadászatban voltunk, és most ez az első adás, hogy a TeamSpeak-en folytatjuk le a beszélgetést, finom hangoljuk még a dolgokat, aztán reméljük, hogy be tudjuk ide lakni magunkat. Ennyi volt. Gyakorlatilag nekem elvitte minden időmet a játék, meg a csomagokra várakozás, meg az egyéb munkák. Úgyhogy semmi extra nem volt. És hát nézem, hogy szépen lassan, de gyarapodik a feliratkozók száma. Már dél előtt néztem utoljára, akkor 94-nél jártunk, fiúk, úgyhogy... Ja, még el nem felejtem annyi, hogy sikerült beszélnem a srácokkal, úgyhogy a weboldalra kitettem egy kuponkódot, ami az, hogy találkozó ékezet nélkül, és hogyha azt valaki a pólórendelésnél beírja, akkor ott ki tudja majd választani utána a személyes átvételt, akkor ott március 19-ére bejelölve. És annyi csak a kérés, hogy ugye ott egy opció van, hogy utalás. Tehát, hogyha ott fizetné és ott venné át, akkor az egy fokkal rosszabb, mint hogyha előre utalna. Az előre utalás az 1000%, hogy ott lesz, amit megrendel. A többi meg igyekszünk 90% fölött tartani a teljesítési normát, de mondom, egy ilyen opció is van már, úgyhogy lehet
odafáradni a shophoz, és rendelgetni jó kis pólókat, mert Andor ugye a marketingesünk megmondta, hogy mi a mondás erre, de azt bemerjem adásban mondani? Nem tudom. No mindegy. Úgyhogy ennyi történt a héten, meg egy kis előretekintés is, azt csak hogy el ne felejtsem, azért mondtam éppen. Úgyhogy bele is csaphatunk, ha gondoljátok. Jó, nekem még eszembe jutott, szombaton voltam Tökéletes Helyettesek koncerten. Igen. Micsoda Tökéletes Helyettesek? Tökéletes Helyettesek koncerten voltam, ők egy Kispál és a Bors tribute zenekar, és ez már a második koncertjük volt, amit volt szerencsém meghallgatni. Még nyáron voltam az elsőn, és nagyon sokat fejlődtek azóta, nagyon kellemes kis Kispál hangulatot teremtettek a srácok, úgyhogy ha netán valakinek Kispál és a Bors hiánya van, akkor az akár a Tökéletes Helyetteseken is rajta tarthatja a szemét, mert jó bulit nyomnak. Ezekről az erőltetetten jó pofizó zenekar nevekről a hideg kiráz, mint a Rozsomárk, meg ez a Tökéletes Helyettesek, már csak... De ez mitől erőltetetten jó pofizó? Pont attól. Hogy? Ez az erőltetetten vicceskedő, ez a Tökéletes Helyettes, az meg, és ilyen alterfaszon vonalból nekem detele van a tököm. Tehát legyen valami normális neve, hogy mit tudom is én, Sírások, vagy mit tudom is én, hát Macsé. Ez a nevük Tökéletes Helyettesek, és a Tökéletes Helyettes az egy korai Kispál és a Bors dalcím. Tehát igazándiból ez egy tök frappáns választás, és ráadásul még érted. Aha, ezt tudod, meddig frappáns neked, amíg valaki fel nem tűnik egy olyan podcast csatornával, hogy tolatunk az autóbánon, vagy DiCaprio nem ér rá, hiszen ezek a mi adás címeink. Hát az plágium, ecsém. Na mindegy. Lenne plágium. Azt nem tudom, hogy először a jóval kezdjünk, vagy először a kaksi hírekkel. Nem értek veled egyet, Charlie, ebben a kérdésben, és a szegény Rozsomárkkal is mi bajod van, basszus. Édes Isten, na, kimondtad. Tök jó pofa. Kimondtad, csak más, ennyi. Rozsomár. Más az ízlésetek. Na. Ennyi. De én a Krisztián pártján vagyok, csak szó. Manó háború, meg a V.A.S.P. és a hasonló nagyon menő gitárnyúzók. Hát ezeknél nincs jobb. Manó háború. Igen. Jó. Oké. Okay. Még azon nem gondolkoztam, hogy a Metallica mit jelent. Hát a Metallica. Igen, valami absztrakt dolognak a nyílása. Igen. Egy csomó, jaj, az absztrakt dologról jut eszembe. Kifordított fekete lyuk, bazd meg. Hát amit, mi lenne? Amit belinkeltél Clairvoynak. Az is elég absztrakt, azért nem. A mire gondolsz most így hirtelen? Hát a I'm over. Igen. Hogy azok az emberek, akiknek már túl mainstream mondjuk egy 1500-2000 dolláros mod, azoknak itt a remek alkalom, hogy belecsapjanak a lecsóba, mert hogy itt van a Meteorit mod a Reliktől, és out of stock, és 5000 dollár, és ez csak egy cső mod, de olyan jó, hogy beleásítasz, meg bele ilyeneket csinálsz. Ez fifika volt. Szóval a Relic Vapor megcsinálta, és ezt te találtad. Megláttam az árát. Küldjük a defibrillátort. Hallod? Más ezért 3 autót vesz. Sőt, többet. Úgyhogy vezesd el, hogy jó. Gavron csinálta volna, ez hihetetlen. Hogy mi? Vezesd elő, úgyis te találtad. Én csak megveszem, jó. De te vezesd elő. A Facebookon került elém, ahogy már említetted, a Relic extrém limitált számban készült, 5 darab készült összesen. 4,7 milliárd éves földre hullott meteoritból készült mechanikus modkészülék.
Hát ez hihetetlen. Egészen exkluzív és egészen elképesztő. Az igazán tökös gőzlérek ezzel tolják. Hallod, Andor? Az igazán és tökös gőzlérek ezzel tolják. Potom $5,000. Ne felejtsük el, Krisztián, hogy azért 92%-os tisztaságú ezüst az alja meg a teteje, úgyhogy igen, true igen, beauty igen. Of the traveler lies in azt its button hozzá, hogy and tube body. Vigyázz! Azt is tegyük hozzá, hogy Argentínából importálták hozzá a meteort. Sír a lelkem, hogy mi meteor mennyiség veszett kárba, mire egy csövet kifúrtak belőle. Borzasztó. De nagyon szép a mintázata egyébként. Szép, csak képzeld el ezt, hogyha... Tehát itt nem csak a szíved áll meg, hogyha eldől az asztalon. Az szinte biztos. Hát vagy ott felejted a vaper találkozom. Júj, de durva. Hát ne, ezért már simán nem kell ott felejteni, ezért megvernek, megölnek. És a legszebb az egészben, hogy nem is az out of stock-sága, hanem a komment cunami, ami elindult ott mellette. Ragadjunk ki egyet-kettőt, és mindenki okulására kacagjunk rajta jókat. Kezdjed te. Nekem a kedvencem egyébként, de pont most nem találom, de beírom a keresőbe, hogy igen. Még mielőtt bárki kimondaná, hogy, hogy ki is írta ezt, azt mondja, hogy valaki tudna nekem ilyet szerezni nem kriptonit verzióban? Rohadt jól néz ki. Aláírás Superman. P. Taker írja, hogy miután visszatértem a háborúból, kaptam $5,000-nyi jutalmat egy új műlábra, de aztán megláttam ezt a traveler modot, és nem bírtam ellenállni. Iszonyatosat pirít, de sajnos le kell ülnöm, vagy egy lábon kell ugrálnom, miközben használom. Jaj, várjál, én még találtam egy ilyet, hogy mondják, azt tudod, mikor félreteszi a pénzt a gyerek ösztöndíjára, tanítatására, egyetemre? Igen, takarék. Hát ez a, igen, ez a kollégiumi tanulmányaira. Iskoláztatási takarék. Igen, amire már mikor megszületik a gyerek, akkor kezdenek el spórolni. Ő elegánsan csak annyit írt be, na ezt a pénzt én most felvettem a gyerek tanítatására, aztán pénzből megvettem ezt a modot. Az jó, mikor a gyerek tudod menni egyetemre, és apa is, és az ösztöndi, az nincs, de nézd ide, mim van. És akkor itt írja valaki, hogy olyan csórónak érzem magam, hogy egy $2,000-os Geppetto modot vettem, olyan szolgainak érzem magam. Bezzeg ez a, hogy mondod a bedest magyarul? Menő. Bez azt mondja, hogy no, most van egy rohadt menő meteor modom. Ja igen, ez volt az, aki írta a gyerek tanítatását. És akkor írja, hogy én megspórolok minden flaskán, amivel vépelek $20, és közben $5 kerül egy pakli cigi, soha nem fog visszajönni az ára. Itt van Seymour Blairington, aki azt írja, nagyon szép mod. Elég szerencsés voltam hozzá, hogy megvásárolhassam azokból a csekkekből, amit a kormánytól kaptam, miután örökbe fogadtam 13 árvát. Most 13 halott árva gazdagítja a garázsomat, de alig látom őket, akkora ködöt ereget a készülék. 10/10. Ja, itt valaki nem vette fel a fordulatszámot, és odavágott egy csillagot, azt mondja, $5,000 egy modért? Normálisak vagytok ti? Más ennyi pénzből, amennyiért egy darab csövet vesztek, más autót vesz belőle, autó megőrültetek. Nem annyira vette a lapot, szegény. De tegyük hozzá, jaj, persze, és hát, hogy mi történt velem múlt héten, néztem a Super Bowl-t, hogy...
hogy hát azért pariban vannak ezek fiúk. Nem tudom, tudjátok-e, mennyibe kerül egy Super Bowl jegy? Mennyibe kerül egy Super Bowl jegy? Hát édes kis csillag, hogyha te mondjuk a család, nem a családdal mész el, mert az már durva lenne, hanem elmész még egy haveroddal, akkor csak a jegyre. A jegyre ráköltesz durván 4 millió forintot a két jegyre. Én biztos nem. Hát te biztos nem, de én vagyok olyan hülye, hogy szeretem ezt a sportot. Most megnéztem, hogy na mégis. Tehát abból kiindul, hogy mennyi egy perc reklámidő, mennyi akkor a jegy, és azt a legfőső karét. Jó, és ezt beszoroztam. Fú, bazd meg, el nem tudom mondani, mennyi pénz. Beszoroztam a legfelső karé, meg a legalsónak az átlagával a 70 ezres, mert úgy gondolom, hogy 50 ezer a stadion, de bővíthető 70-re, hogy biztos, hogy 70-re bővítették a Super Bowl-ra, az 50-edikre, úgyhogy hú, nagyon beteg árak, nagyon beteg árak. És a hülye, hallod, a tévében mondta, hogy eljöttünk a haverokkal, és a feleségem nem igazán tudja, úgy átszámoltam gyorsan, durván 8, hogy is mondta, várjál? 30 ezer dollárban van neki úgy cakkum, púder, minden, de a felesége nem tud róla. És ezt bemondja a tévébe a hülye. Na, hát. Na, szóval, de most már igen. És az igazán stílusos az lenne, hogy egy ilyen Super Bowl-on ezzel a meteorit cigivel pöffenteni. Én azt most borítékolom nagyjából, hogy te akkor fogsz a Super Bowl-on ezzel a meteorral pöffenteni, Charlie, amikor a megnyitón én hegedülök, és a szünetben pedig a Fifika reklámjai futnak. Nem, az van, hogy te ezt nem ér. Én azért nem vettem még meg ezt a modot, mert hogy szerintem ez még ki kell, hogy forja magát a dolog. Mert drága a posta. Ne, igen, drága a posta, de megvárom, tudod, várok vele egy 4-5 évet, mikor ezek az emberek megunják, és egy gyűjtői szériákat eladják, és azt mondják, hogy ez nem 5000, hanem 50 ezer dollár lesz. Na, akkor lesz respektje. És képes volt... Várjál? Ja igen, ez olyan, hogy ez a number 2 of 5. Szóval képes volt 30 ember leírni a véleményét erről. De majd, amikor az FT-n megjelenik az Authentic Meteorite Mod, remélem ráéreznek a kínaiak, hogy ez egy hiánypótló darab, és csinálnak ilyet, röcsöntenek néhányat. És azt várom meg... Várja, bocsánat, hogy közbeszólok, itt írták, ugye, hogy ez 4,7 milliárd éves. Azt mondja a csávó, megvárom a második verziót, ami már 4,8 milliárd éves lesz. Nem kell elkapkodni, tényleg. Ne, és ez csak egyre jobb lesz. Hát ez kurva jó. Hát majd jönnek az ilyen modoktól, hogy mit tudom én, a Szaturnusz gyűrűjéből készült Jupiter hold, tehát itt a Mars az már ilyen futottak még kategória. Lesz. Szép kis mocsak, Ronda. Épp ez volt az első, amikor megláttam, hogy ez tök olyan, mintha Gavron díszítette volna. Ez hihetetlen. Aztán valaki már ott a szívát ültetésről és a nagymamájáról beszél, hogy nagymama eleget élt már, meg úgy is találkozunk még egyszer. Azt mondja, rendeltem 3-at, már hogy abból a pénzből, és a nagymama itt hagyott, és nagyon köszönöm, nagymama, nagyon szeretlek, találkozunk. Nagy butert is adnák érte. Egyébként, ha már hülyeség, azt a videót megnézted, Mujó, amit kitettem kedden az e-cigi teszteknek a Facebook oldalára? Mikor a csaj elmagyarázza a vépernek? Nem tudom. Mondjad? Nem tudom. Mi csinál? 15 másodperces a videó, szerintem azt mindjárt belinkelem neked, amíg beszélek, hogy meg tudjad nézni, vagy ha fölmész simán az e-cigi tesztek Facebook oldalára, ott lesz az első posztok között.
egy Instagramról levadászott videó egyébként. Egy kis csaj magyaráz. Megvan. Jó Istenem. I need some fresh air. És de, hallod? A buszmegálló. Magyar buszmegálló. Ugyanez bármikor. 7,100,000. You know a lot. Hát ez nagyon aranyos. És ebbe energiát fektettek. És erre kapott 3 lájkot. Na mindegy. Többet érdemelt volna. Úgyhogy Clairvoy, az igazán kemény csávóknak relikjük van. A Hellfire az, én nem ismerem mondani, hogy ez mennyire gagyi ehhez képest. Még át, az semmi. Jaj, pedig ha én azt elmondanám, hogy milyen csemegét néztem én most ki, az előzményekben biztos meg fogom találni a Top Fuel Dragster után. Igen, a Hellfire-nek a Reaper-je. Kurva jól néz ki. Vagy még agyalok nagyon a Limelight-on. Mert láttam egy 40 wattos csőfabox módszerű valamit. Csőfabox Meteor. Tudod, ez ami olyan, van egy cső is, arra van köré építve, de kilátszik a cső is a fa alól, tehát nagyon szépen néz ki. Nem is vad a teljesítménye, tehát azt hiszem vagy Evolval lehet 40 watt, vagy Yihivel, és akkor 60 watt, és láttam rá szintén egy Limelight kazán, de ott még vacilálok nagyon, mert a kazán az nem úgy zárja magába a likvidet, ahogy kéne, viszont ez a Reaper, ez rohadt jól néz ki. Kacérkodsz ilyen hülyeségeket, te nem láttad a héten? Valamelyik csoportba tették föl az a házi készítésű nőknek szánt 220 voltos asztali mod. Úgy nézett ki, mint egy ilyen stafi rúgos doboz, nagyon durva volt. Nem mondd már, nem láttam. A felébe. A francba. Megkeresem. Clairvoy volt a téma, de nem tudom, hogy előhozakodjunk-e azzal, amit akartunk, vagy azt hagyjuk egy kicsit későbbre. Ahogy gondolod. Jó, akkor szerintem még menjünk rá a Fifika halálhörgése, meg sípolása után, most menjünk rá arra a what the fuck-ra. Jó, nagyon... Nagyon érdekes what the fuck készülődik Németországban. A legtöbb hír, ami érdemben szólt erről, az németül volt, úgyhogy ilyen másodkezes angol jelentéseket sikerült néznem róla. Úgy néz ki, hogy a szövetségi bíróság Németországban hozott egy olyan döntést, hogy a nikotinos elektromos cigaretták dohányterméknek minősülnek, és mint olyanok tilos az adalékanyagok hozzáadagolása, úgyhogy ezért egy laza tolvonással betiltották az összes kapható nikotinos utántöltőt. Milyen határidővel? Ezt most nem tudom így hirtelen csípőből. Egyébként most náluk turnézik a izé? A mi Ludita triónk, vagy? Nem tudom, de teljesen elmebeteg. Lehet, hogy Ildikó oda látogatott, vagy valami. De hát szerintem egyébként ez, tudod mi lehet, hogy... Akkor a kincs ez a nő, hogy ez, de nem szabad magunknak megtartani. Egy másik... Tudod mi lehet, hogy valamelyik törvényhozónak ez... bevillant az agyába, végig se gondolták, azt hello. Biztos, hogy nem lesz belőle semmi, Krisztián, ezt most mondom neki. Ja, csak érdekességképpen, hogy még egy ilyen értelmesebb helyen is, mint Németország, tud a jogalkotás akkora baklövéseket elkövetni, hogy az valami egészen elképesztő. Egy másikban, igen, nem ebben a cikkben, egy másikban olvastam, hogy azt hiszem, hogy azonnali hatállyal érvényes a döntés, és hogy azt ígérték, hogy próbálnak valamit kitalálni, hogy ezt a lehetetlen helyzetet föloldják, de jövő májusig ne várjon senki semmit. Valami ilyesmit írtak egy másik cikkben. Ez zseniális. Egy évre betiltják a
Nem tudom elképzelni, hát ott olyan mértékű áru van kinn a polcokon. Jó, már olyan... február van, lehet, hogy idén május, bocsánat, nem egy évre akkor. Én még 2015-ben vagyok fejben. Legjobb esetben is hónapokig tart, mire ezt a baromságot visszacsinálják. De mondom, a legtöbb forrás német, és én németül ugye nem tudok, és a Google Translate olyan, amilyen, csak ennyit sikerült kiámoznom belőle. Remélem jövő hétre többet tudunk majd, addig, de talán a németek is elkezdenek angolul beszámolni róla a Facebookon, hogy mégis mi az Isten ez a bőszmeség. Nem csak nálunk vannak idióták, ez tisztán látszik, ha más nem. Mondhatni, hát Magyarország jobban teljesít, mert idiótákban egészen világszínvonalú a feltárat. A határon átívelő idiotizmust nem lehet betiltani. Igen. Tehát áruk, szolgáltatások, idióták szabad áramlása. De bocsánat, hogy közbe krákogok. Ott van, a németektől egy kicsit még távolabb megyünk, és a mindig annyira szeretve felhozott angliai példa is, ami a következő passzusba tettem be. Ott is azért látják a dollárjelek a szemek előtt pörögnek szerintem, mert elkezd mindegyik gondolkozni, hogy nő az e-cigi piac, mit tudom is én, az előző évhez képest 24%-kal nőtt, több mint 2,5 millió felnőtt használja őket csak az Egyesült Királyságban. Elemzik, hogy mi lehet a növekedés mögött. Ezen spekulálnak folyamatosan, és... Az, hogy jó is működik. Tessék? Igen. Valamiért erre nem gondolnak soha. És egy picit ráfűznék a végére, amikor azt mondják, hogy 10 év alatt azt is feltételezhetjük, és hát arra következtetnek a mostani növekedésből, hogy ez az elektromos cigaretta ipar, rengeteg nulla, várjál. 50 milliárd dollárra fog nőni. 50 milliárd dollárra. Milliárd. 50 ezer millió dollár. De ezzel megint úgy vagyok, mert ugye ők előre jeleznek most 2015-2025 spekuláció, meg hogy az ipar továbbra is növekszik, csak ugye azt felejtjük-e, hogy az ipar akkor növekszik, hogyha a jelen pillanatban érvényes szabályozásokat és használati szokásokat tekintjük mértékadónak. Nem pedig azt, amivel mondjuk szembenézhetünk, és majd a román példát is jó lenne, ha meghallgatnánk tőled, Fifika. Tehát, hogyha azt vesszük alapul, és nem pedig azt, hogy most akkor berántjuk az összes jól prosperáló dolgot állami tulajdonba vagy felügyelet alá, meg mindenféle ismerősnek a cégéhez, aki nem ezzel a 100-200, mit tudom is, rengeteg százféle termékkel, több ezer folyadékkal foglalkozik, hanem egy borzasztó szűk keresztmetszetével, mint sárbandagonyázás után a körömpiszok alatt. Tehát ez körülbelül ennyi. És az nem fogja produkálni ezt az 50 milliárdot, de az már rég késő lesz, mert majd akkor 2025-re azt mondják, hogy Fifikát betiltjuk, mert kurva hangosan nem tudja eltartani a mikrofontól a cigit, mikor szívja, és egyébként nem is hozza azt a növekedést, mint amire mi gondoltunk. Tehát ez, jól láttuk, fiúk, ez szar. És akkor majd hagyják a picsába elsorvadni, de akkor mi már 10 évvel öregebbek leszünk, és 10 évet végig szopunk szép szóval, az ő ötletelésükön, meg próbálkozásaikon, hogy na majd kitalálják, hogy nekik ez hogy lesz jó. Vagy nem tudom, hogy ti hogy látjátok. Én leműtöm a cicát az asztalról, így.
Én lemaradtam az utolsó néhány mondatodról, basszus, pedig akartam volna reflektálni, mert megkerestem közben neked a Valentin napi csoda asztali elektromos cigarettát. Hát ugye azt mondtam, hogy az 50 milliárd dollár az csak az a növekedési ütem. Tehát saját maguknak mondanak ellent. Azzal számolnak, ami most van, ahogy most nő, csak hogy most nincsen ott szabályozva úgy, hogy nincsen berántva a... Ja, igen, igen, igen. A dohánylobbival, meg a tököm tudja mibe, és azért nő így. Ha ezt behúzzák majd az állami felügyeletbe, meg zárjegyelünk, meg majd 500 készülék helyett lesz 3 vagy 4, de nem vagyok köcsök, 10, akkor ez nem ennyi lesz ez a szám. Nem, hát ez az 50 milliárd dollár, ez a becslés, ez tökre igazad van ebbe, hogy ez akkor lehetséges, hogyha nem baszarintják el az elektromos cigarettázás lehetőségét világszerte. Csak arról nem szabad szerintem elfeledkezni, hogy ez nem a semmiből duzzad 50 milliárdra. Tehát ez a pénz ez nem a levegőből lesz, hanem ez a pénz igazándiból a dohányipartól és a gyógyszeripartól. Fifika, mit csinálsz? Ezért matracot fújsz föl? Igen, ez kurvára szar egyébként, mert ezzel én fogom elbaszni az éjszakámat. Ezek utoljára ilyen felfújható alvómatrasznak volt ilyen hangja. Igen. Na szóval ez az 50 milliárd dollár, ez igazándiból a gyógyszeripar és a dohányipar zsebéből vándorol át az elektromos cigaretta iparra, és hogyha ezt ellehetetlenítik, akkor nyilvánvalóan ez a pénz nem fog elvándorolni, tehát ezt a pénzt a dohányosok el fogják költeni továbbra is a dohánytermékekre, ami aztán kurva nagy teljesítmény, gratulálok mindenkinek. Tehát jó. Na, szóval rátérve a Charlie eszmefuttatására, következő az én meglátásom, hogy nyilvánvalóan lesz egy visszatartó, tehát a piacot visszafogó ereje ennek a TPD-s ordasságnak. Nagy valószínűséggel egy halom úgynevezett kis gyártó, forgalmazó ebbe tönkre fog menni. Tehát nem tudom, én már egy nagyjából 2 hete készítem elő a különböző folyamatábrákat, mihez mi kell, a bejelentési kötelezettséghez milyen felkészültség, milyen laborok, milyen műszerek, mit értsünk azon, hogy kibocsátás. Fú, hát itt iszonyú mennyiségű munka lesz mögötte, mire egy-egy terméket be tudsz jelenteni, egyáltalán a piacra tudod vinni. Mindaz mellett, hogy te készítesz elő mindent, ennek lesz egy díja. Tehát lesz egy saját költséged, és utána lesz egy díja, amiért ezt a bejelentést megteheted. Érted? Tehát ez egyébként a világ egyik legnagyobb aljassága, mert nem az fog történni, hogy fogod a készüléked, odaviszed, ők bevizsgálják, adnak egy szakvéleményt, és azt mondják, hogy mehet. Hanem neked kell mindenféle paramétert megadni, kimérni, leírni, és utána ők ezt tudomásul veszik. Ez, tudod, mihez tudnám hasonlítani? Mint mikor az egyesületet bejegyeztétek, és meg lett mondva, hogy elsőre úgyis vissza fogjuk dobni. Tehát ez olyan kényelmes, hogy így ülök abban a kibaszott nagy bőrfotelban, hozzán elején mindent, nyújtsál be mindent, majd eldöntöm, hogy melyik papír esik lesz, nem tudom értelmezni a másik 497 oldalt emiatt. És aztán tényleg a kényére kedvére ki van a kereskedő vagy a benyújtó szolgáltatva. De olyan keresztcsatolások, hogy a végén te aláírod, hogyha bárkinek bármilyen gondja lesz ezzel, ha a gyanú árnyéka vetül a te termékedre, hogy az bármilyen módon egészségkárosító hatású, akkor téged fognak falhoz állítani, meg büntetni, meg anyagi felelősséged, meg a jó Isten tudja, mit tudnak még rád húzni. Tehát gyakorlatilag egy olyan lekvárba ugrasz bele, aminek nem fogod látni a végét. És hogyha téged ki akar...
ki akarnak nyírni a piacon, akkor elég lesz egy jól megalapozott névtelen főjelentés, mint Rákosi alatt. De csak annyit fűznék hozzá, hogy de ugye azért azt sem felejtjük el, hogy ez is pont úgy működik, és egy mai hírre rá fogok fűzni, hogy ez pont úgy működik, hogy amíg nem látunk belőle semmit, amíg nem látjuk, hogy fölfutna, addig leszarjuk, addig legrosszabb esetben is hallgatólag jóvá hagyjuk, majd mikor ez kiizzadja magát, kitermeli magát, önellátóvá válik, akkor ebben rögtön a bizniszt látjuk, és azt mondjuk, hogy várjál csak, ez azért ezt nem eszik olyan forrón. Csináljuk csak úgy, hogy ez nem úgy lesz. És várjál csak, hol van ez? Hogy hívják azt a nagyon utálatos Lázár. Vigyázz, mit mondasz. Reggel jött SMS-ben, és én azt hittem, hogy rosszul leszek, hogy rosszul látok, hogy rosszul gondolok, hogy mi van itt. Azt mondja, a kormány el akarja érni, bocsánat az offért, a kormány el akarja érni, hogy szinte minden közszolgáltatást az állam lásson el, mondta Lázár János. A miniszter szerint, ha valamely területen esetleg maradhatnának magáncégek, akkor azok nem termelhetnek majd nyereséget. Mi a fasz van? Mi van? Kemény, mi? Teljesen nem normálisak. Mi a faszom, hallod? Azt mondja, közszolgáltatások, gáz, villany, hízik a nemzetközi közműcég, indul a nemzetközi szemétholding, a katasztrófavédelem a kéményseprést veszi át, a lift ellenőrzések államosításának szándékáról már rendelet van. Lift, bazd meg! Tehát abban még akkora díl sincs, mint az elcigiben. Ne legyen nekünk itt tévképzetünk. Ha meg akarják csinálni, megfogják. Miért ez a idegenforgalmi, nemzeti idegenforgalmi, nem tudom én mit, tehát mi lesz? Kiprivatizálják az idegen forgalmat? Hát ez hihetetlen. Tehát jól, megszűnik a turizmus. Ami nagyon tetszett nekem egyébként, most megint a fejükbe vették, hogy legyen nekünk légitársaságunk, amit az oroszoktól valami tököm tudja, milyen gépekkel bérelnénk. A másik pedig, hogy már-már bazd meg olyan, mint mikor mikrobusszal utaztatjuk szavazni az embereket, hogy te azért valami kedvezményt kaphatsz a közszolgáltatásokból százalékosan, hogyha támogatod az olimpia megrendezését. Bazd meg! Tehát, és hallod, hány kis nyugdíjas lesz, aki havi mínusz 3000 forintért oda fogja húzni az X-et? Agyrém, de ezt lehet. Na, hát nem tudom, tehát én annyit tudok még ehhez a dologhoz hozzátenni, hogy ez az első kör. És ezt mindennel ezt csináljuk. És biztos, hogy benne lesz egy második kör, amikor a jövedéki termékek körébe vonják be az elektromos cigarettát. Gyakorlatilag minden egyes előnyt, piaci előnyt el fog veszteni. Tehát piaci előny az elektromos cigaretta eszközök, likvidek sokfélesége. Gazdaságossága, igen. Piaci előny volt az, hogy használhattad ott is, ahol a hagyományos dohányterméket nem használhattad, mondjuk munkahely, amennyiben megengedték. Piaci előny volt az ára, azért ezt is tegyük hozzá, és gyakorlatilag minden előnyét el fogja veszteni, és ha elveszti minden előnyét, akkor ez a fajta vizionált növekedés, ami ebben a cégben is van, az köszönő viszonyban nem lesz a valósággal. És hogyha kinyírtak mindenkit a piacon, akkor gyakorlatilag lesz ugyanaz, mint ami egyébként a dohány piacon is megfigyelhető volt egy időben.
bár ezért biztos, hogy nem fognak szeretni, amit mondok, de a legjobb minőségű dohányáruk akkor voltak a piacon, amikor a legszabadabb volt a dohányáru forgalmazása. Ez az, hát nagyjából mondjuk a 40-es és a 60-as évek között. Mert akkor a minőségre tudott mindenki ráhajtani. Ahogy árérzékeny lett a piac, kijött a szemét a gyárakból. Tehát gyakorlatilag ez fog történni egyébként. A dohány helyett adalékanyagok, amit akarsz. Igen. Tehát gyakorlatilag ez fog történni az e-cigarettával is. Épp a héten került a kezembe az egyik prominens európai dohányforgalmazónak a prospektus, és így végignéztem, 1870-től forgalmaznak Európába dohányárut, és tudod, így végignézed azokat a minőségi vágatokat, meg ahogy készítették, meg ahogy. És ahogy közeledünk a napjainkhoz, már be is tudod azonosítani a márkákat, amiket forgalmaztak, és hát bizony, lehet, hogy csomagolás technikában kurva nagyot változott a világ, de hogy ami benne van, az egyre rosszabb lett, az szinte biztos. Ebben az az igazi nagy bőszmeség, hogy a cigarettáról, a dohánytermékekről pontosan tudjuk, hogy szar, és az elektromos cigarettáról pedig pontosan tudjuk, hogy jó. Pontosan tudjuk, kivéve, hogyha néhány elképesztően korrupt utolsó mocsok szemétláda közel a tűzhöl az egészségügyben, el nem kezdi ültetgetni a bogarakat a fülekbe, és hazudjazik össze-vissza, amelynek következtében teljesen a tévútra megy a szabályozás és a jogalkotás, és lehetetlenítenek el, ahogy te is mondtad, megfosztják az összes létező piaci előnytől, megfosztják attól a lehetőségtől, hogy vonzó legyen a dohányosok számára, hogy ne kelljen feltétlenül kinyírniuk magukat idő előtt, és szerintük ez kurvára rendben van. Egészen gyomorforgató, gusztustalan, undorító szemét mocsokság az összes disznó, aki ebben részt vesz Európa és világszerte. Irgalmatlan. Most fölmérgesítettem magam szokás szerint. Én a Sobert Norbinak osztottam meg a héten egy ilyen kvázi csatáját. Nagy kedvem lett volna odaírni a Facebook oldalára, hogy üdvözlünk a magyar valóságban. Nem tudom, hogy láttátok ezt a megosztást, szerintem többen is megosztották a Facebookon. Ugye az történt, hogy a dietetikusok szövetségének betartotta két legnagyobb támogatója, hogy és amennyiben az update termékeket támogatják, akkor ők kilépnek a támogatói körből, és az egyik ugye a Nestlé volt, a másik meg azt hiszem, hogy az Unilever. Ugye a Nestléről tudjuk, hogy az egyik legnagyobb csoki gyártó, meg nem tudom én, tehát ja. Érted? Dietetikusok szövetsége, tehát én olyat borultam, és akkor ott a Norbi, tehát én nekem nem a szívem csücske, én soha nem használtam a termékeit, stb. Csak hogy láttam az elképedést, és azt mondta, hogy ez pont olyan, mintha a dohányzásról való leszokást a Marlboro támogatná, érted? És hát és pedig erről van igaza szó. Van. És pedig erről van szó, hát basszus. Az onnan befolyó pénzekből hasítják le azokat, amik pénzelik az ilyen dohányzás leszoktató támogató módszertani tököm központokat, meg a nefi dohányzás fókuszpontját, úgyhogy pont abból a pénzből jön. A másik ilyen nagyon durva, ami eszembe jutott, azt még nem vetettem föl, hogy néhány hete olvastam a hírt, hogy azt hiszem 5 év után lezárult a pereskedés dr. Lenkei és az ANTS között, és a
doktor Lenkei nekem nem a szívem csücske, mert hogy ilyen szientológus vadhajtás, és szerinte mindent meg lehet gyógyítani vitaminnal, tehát egy ilyen nagyon, nagyon távolról szeretem kezelni a vele kapcsolatos dolgokat, de maga az eljárás, ami történt 5 évvel ezelőtt, hogy az ANTS döntött egyet, lerédelte a raktárait, lefoglalta a kis termékeit, és betiltotta a termékeinek egy részét, és 5 év után kimondta a bíróság, hogy teljesen jogtalanul. És mi van? Hát passz. Arra már nem emlékszem. Semmi. És az ANTS szerinted adott ki bármilyen közleményt ezzel kapcsolatban? Én nem emlékszem rá, hogy az ANTS ez ügyben adott-e volna ki bármiféle közleményt, de akár az is lehet, hogy 5 évvel ezelőtt adott. Hát 5 évvel ezelőtt még nem volt ennyire a célkeresztben nálam az ANTS, hogy folyamatosan vizsgassam őket. De most érted, hogy megbukta a pert. Ja, hogy szóriábasztuk, és inkompetens túlkapásoktól terhelt kretének vagyunk, és mindenkitől elnézést kérünk. Nem volt ilyen. Nem, azért mondom, hogy tehát ez nem számít. Megtehettük, pont. Mindig a Moldovának jut eszembe az a novellája, amikor a nevelőintézetbe a gyerek rettentően utálta az igazgatót, és ugye ez a 50-es évek, nem 60-as évek eleje, és elhíresztelte róla, hogy 56-ban forradalmár volt, és akkor az igazgatótól meghurcolták, stb. És az igazgató tudta, hogy a gyerek megköszönheti ezt az egészet, és egy 4 szem közti beszélgetésen megkérdezte tőle, hogy de miért csináltad ezt? És akkor mondták a srác, hogy hát egyrészt azért, mert utálom, másrészt meg 5 év múlva mindenki csak arra fog emlékezni, hogy volt valami 56-os ügye. És ennyi. Tehát a Lenkeivel kapcsolatban is, érted, arra fognak emlékezni, hogy hát bazzak, hát az ANTS annak idején betiltotta, tudod, be van tiltva, tehát ez annyira jó duma. Ja. Na mi a helyzet, Charlie? Semmi. De ha már a hatóságunk témájánál vagyunk, mondja Fifika. Szerintem most lehetne még ráfűzni a kapcsán, amiről beszélgettünk, a romániai aránylag ordas helyzetre. Tehát kínunkban tegnap már úgy röhögtünk, hogy folyt a könnyünk. Tehát Romániában megjelent a törvény, ami azt írja elő, hogy fél RON az akciz, az adó, a jövedéki adó a nikotinos likvidre, és a vámosok gyakorlatilag már tudják a végrehajtási rendeletet. Most ez úgy szól, hogy amikor az országba bekerül az alapanyagként használt pure nikotin, ennek milliliteréért fizetsz 35 forintot, hogy így lefordítsam mindenkinek érthetően ezt a fél RON-t. 35 forintot, ami ugye 1 liter tömény nikotin esetében ez egy 35 ezer forintos tétel. Tehát ezzel mondjuk azt gondolom, hogy olyan óriási probléma így, ha ez így marad, akkor nincsen. Aki először behozza az országba, az megfizeti az adót, és utána azt kever meg úgy, amit akar. Tehát ezt még el lehet fogadni, mint gyártó, mert ugye ez egy fölaprózódó költség, tehát ettől lesz 10%-kal drágább a likvid, de hál' Istennek nem az van, hogy minden eladott nikotinos likvid millilitere után kell megfizetni a 35 forintot, mert az igencsak borzalmas lenne. És akkor hát ugye érdeklődtünk, hogy oké, de hát akkor mi van az importtal? És képzeld el, hogy számunkra tök érthetetlen módon
az a rendel, vagy azt a végrehajtási utasítást kapták, hogy amennyiben az EU-n belülről jön a pure nikotin, akkor mindenféle papírt be kell mutatni mellé, ami a minősítését, a származását, az adófizetési kötelezettségét tartalmazza a nikotinnak, tehát hogy fizettek rá adót valahol már, itt vissza kell téríteni, stb. Mert ugye van egy ilyen vámszabály, hogyha jövedéki adót tartalmaz a termék, és úgy fogadott be az adott országba, és azt megfizették a küldő országban, akkor gyakorlatilag azt visszatudja a küldő országból a cég igényelni, és te meg megfizeted rá itt a fogadóba a helyét. Ezzel sincsen probléma, és akkor kérdeztek, és mi van a nem EU-s tagállam? Ja, azzal semmi, annak csak ki kell fizetni a jövedéki adóját. Mi van? Az áruk és szolgáltatások szabad mozgása az EU-n belül. Ezt kérdeztem én is, mondom. Háború és békét mellékelheted mellé. Ha Indiából jön a nikotin, hát az nem kell semmi hozzá, csak fizessük meg a jövedékit, az kész. Hát ez kurvára átgondolták ezt is. Jézusom. Tehát, tudod, jön az EU-n belül egy szállítmány, ahhoz mindenféle papírt be kell szerezni, az EU-n kívül oda nem, hát minek? Érted? Nem értjük a gondolkodást mögötte. Érted? Ez mindennel ellentétes, minden logikával. Mindennel, Krisztián, mindennel. Mindennek szembe megy. Hát olyan, mint a román medve. Érted? Nem. Kész. Nem tudunk vele mit kezdeni. Ha így van, akkor így van, érted? Hát ennyi. És abban is biztos vagyok egyébként, hogy ugye most már 3 ország van fönn a jövedéki adó listán Európában, hogy ez a szám ez nagyon gyorsan fog szaporodni. Amúgy. Tehát szerintem jövő ilyenkorra mi is ebbe a cipőbe fogunk járni. Csak nyilván, amiből pénzt lehet lehúzni, arról le is húzzák. Igen, igen, csak mondom, nem mindegy, hogy. Tehát a román hatóságok az elektromos cigarettára vonatkozó TPD-s jogszabályból semmit nem vezettek még be. Nyilván befogják, mert hát EU-s kötelezettség. Csak az adót, érted? De azt mindjárt, tehát az abban a pillanatban kész. Ennyi. Úgyhogy valószínű nekünk is előbb-utóbb át kell gondolni az árainkat, vagy újra kell gondolni az árainkat. De remélem, hogy ez ki kell számolni, de remélem, hogy ez azért nem fogja olyan szinten megemelni az árainkat, hogy ne tudjunk versenyképesek maradni. Ja, és ezt ugye, ezt az adót például, hogyha Magyarországra hozom át a likvidet, ezt az adót megfizetem Romániába, de nem tudom kompenzálni Magyarországon, mert nálunk nincsen jövedéki adó még. De ha lesz, akkor majd igen, de addig nem, tehát kifizetem a Romániába a jövedéki adót, és ők megörülnek neki. Hát kell. Annak ellenére, hogy kiviszem az országból a terméket. Gyere vissza közénk, Charlie. Itt vagyok, nem hallasz? De. Csodálatos. Semmit. Még gyorsan meg kell írnom egy tikettet, mert közben valami elromlott, de ránézek közben a show notes-ra. Ja, hogy te most meg dolgozol is? Igen. Hogy, hát persze, mert így próbálom kiszűrni a te rohadt sípolásodat, mert eddig Fifika helyett Mujó volt az, akinek ordas hangja volt a rohadt perszóval, most te viszel a sírba majd. Két gyári kazánt szívok. De hát nem baj, de a mikrofonhoz közel csinálod mindezt. Mindegy. Majd megint hajnal egyik-kettőig szenvedek a gépem.
Zseniális. Addig átküldöm neked a két képet, letöltöttem Facebookról, mert hogyha nem tudod megnézni abban a csoportban, le ne maradjál nekem róla. Jó. Be fog szorosálni, a Gmail-esedre már el is hussant. Már nézem is. Szent. Kattints el, és megvan MOD. Szóval, ha valami igazán menőt és exkluzívat szeretnél vásárolni, akkor szerintem... Ezt én tudom, hogy meg kell vegyük Clairvoynak, és az asztali... kitilt minket a világ mindenségből. Vagy elzavar minket 48 milliárd éves modot nézni, hogy addig haza se gyertek? Hát ez egy ilyen gyenge korbács, Fifika, gyenge korbács, azt mondom. Gyenge korbács mod. Hát, igen. Igen. Ez nagyon kevés. Na, üssünk valami témát. Üssük azt a témát, hogy ez már volt, ezt vedd meg, ezt vedd meg. Elérkezett a pillanat, hogy rátérjünk Clairvoyra, vagy a komolyabbik témára? Szúrjuk be Clairvoyt. Jó. 10 perc múlva. Nem, nyugodtan most. Tehát, hogy aki nem hallgatta az előzmény infókat, ugye volt Krisztiánnak egy roppant korrekt ajánlata, és Krisztián egyébként talpig úriember, attól függetlenül, hogy az ajánlat Clairvoyra eső részét Clairvoy nem teljesítette, tehát nem talált gazdát 4 darab macskának, de volt valami kis apróbetűs rész, avagy hiányosság a szóbeli szerződésben, ami pedig mit eredményezett, Mujó? Azt eredményezi, ugye arról volt szó, hogy volt 5 darab gazdátlan cica, és ezért a kedves hallgatóság segítségéhez fordultam, hogy segítsenek gazdát találni szegény cicáknak, mert jön a tél, és nehogy megfagyjanak odakint, és azt mondtam, hogy amennyiben a cicák otthonra találnak, akkor megyek a Légion Run-ra. És megtudtam a héten, hogy a cicák otthonra találtak, egy nagyon kedves hölgy, akinek több cicája is van, egyszerre az egész famíliát befogadta. Úgyhogy előállt az a helyzet, hogy a cicák igazából otthonra találtak, úgyhogy kénytelen kelletlen mennem kell a Légion Run-ra. Szombaton az ominózus tökéletes helyettese koncert után még egy kicsit bódultabb hangulatban voltam, úgyhogy arra gondoltam, hogy esetleg még el is indulok, de azóta, mióta már sokkal józanabbul végig sikerült gondolnom ezt a történetet, mivel a kedves hallgatóságnak nem volt része ebben, hogy a cicák megmeneküljenek a téli fagy elől, ezért nem fogom magamat azzal kínozni, hogy végig szenvedjem a versenyt. Igazából néhány nappal ezelőtt így, még... Az a baj sajnos, hogy ez nem így működik. Tehát ezt nekünk leírtad. Gőzlérek segítsége nélkül, de otthonra talált az összes gazdátlan cica. Sajnos nem fogalmaztam elég körültekintően, ezért indulnom kell a Legion Run-on. Akkor még bennem volt az a néhány sör. Azóta végig gondoltam, jogi szempontból is minden oldalról körbejártam. Jó, figyelj, nekem aztán teljesen mindegy, ezt Clairvoy nem fogja ennyiben hagyni. Az lehet. Egyébként a döntő az volt, hogy megnéztem a Legion Run-nak a honlapját, hogy mégis csak megismerkedjek közelebbről ezzel az egész dologgal. És tök érdekes dolgok voltak, tehát ott olyan, mint egy ilyen úttörő nap, vagy az úttörő nap utódja, a Challenge Day, ami volt, hogy egy csomó ilyen vicces gyakorlat, meg nehézségi pálya és ilyenek, és azok tök jó pofának tűntek, és egy olyanon még részt is vennék. Aztán beleakadt a szemem abba, hogy 5 kilométer a hossz, és közben ment ilyen videó is a háttérbe, és azon látszott, hogy nagyon-nagyon messze van valami, ami felé futnak az emberek. Ez volt az, ami betette a kiskaput, hogy kötelekre másznék, sárban tocsognék, idétlenkednék, de nem. Segítek, Andor, most azt akarja így publikálni feléd, Mujó, hogy ő tulajdonképpen csak elmegy és be akar baszni a pálya szélén, de... Szurkolni, ott leszek.
Te most valamire ki akarsz lyukadni, de én ezt nem hagyom. El fogok menni én is, és belöklek az éhező malacok közé. Andor, rám számíthatsz, én be fogom tolni oda, mielőtt azt mondanál, hogy azt mondtad, hogy rám számíthatsz, akkor gyere futni, nem? Én be fogom lökni hozzád Mújót, mert én egy ilyen barát vagyok. Jó, majd meglátjuk. Jelenleg úgy áll a helyzet, hogy nem vagyok hajlandó futni, és mivel nem elcigi segítséggel találtak otthonra a cicák, ezért a lelkiismeretemet is sikerült a szombat óta eltelt néhány nap alatt megnyugtatnom. Jó, akkor menjünk tovább a másik témára, amely kicsit, hogy mondjam ezt, nem nagyobb horderejű, csak picit komolyabb a vicceskedésnél. Az pedig az volt, ezt ki is fogom majd rakni a weboldalra, illetve már kiraktam a weboldalra, hogy hát sokat totóztunk, ötleteltünk, ugye az utóbbi egy hónap az nálunk egy ilyen katarzis élmény volt, tehát minden adás csak a szenvedés volt, a felvétele az első 30-40-50 perc, és hát most is ugye voltak szépen kimaradások. Úgyhogy arra jutottunk, hogy platformot váltunk, de nem is ez a lényeg, hanem hogy azon gondolkoztunk, hogy átalakítjuk a csatornánkat. Tadám! Annyi csak az átalakítás, hogy azoknak, akik elköteleződtek irányunkba, felénk, hallgatnak rendszeresen, és a többi, és per vagy szókapcsolattal, azok anyagilag is támogatni tudnak majd bennünket, és ehhez mi kiválasztottuk a Patreonnak a támogatói rendszerét. Ezt használja sok-sok podcaster, youtuber, zenészek, művészek, úgyhogy mi úgy gondoljuk, hogy az hát most még csak 95, de egyébként már majdnem 100 adás a hátunk mögött az predesztinál minket arra, hogy ezt kipróbáljuk és belevágjunk. Azt le kell szögezni, hogy a podcast az soha nem volt, és nem is lesz fizetős, ez olyan, mint a bitumen, meg mint a nyomor, az állandó. Hát ez nem kötelező, hogyha valaki ad, akkor azt nagyon szépen megköszönjük. Ha nem ad, akkor semmi nem történik, megy minden tovább, ahogy eddig is. Hát nyilván az nekünk sokkal könnyebb, hogyha nem azon kell agyalnunk, hogy na éppen most milyen szolgáltatásra kell előfizessünk havonta, hogy valamin éppen menjen az adás normálisan, mert hogy nem tudunk se Hangouton, se Skype-on, se anyám kínján már lassan beszélni, mert annyira nem tudjátok elképzelni, hogy mennyit szenvedtünk, mert más látunk, mint amit hallunk, beszaggat, megszakad, most is leestem adás közben. Elnyúlik a fölvett audio. Igen, mert lagol, meg atök tudja. Tehát ezt az összeget nem kocsmatúrákra szerveznénk, vagy kérnénk, vagy nem inkább köszönnénk meg a felajánlóknak, mert nem kérjük, hanem próbáltunk egy kicsivel több plusz szolgáltatást sokat kitalálni, és ilyen sávos rendszerben, és ne gondoljatok arra, hogy itt havi 10 000 forintok, bárki adhat bármennyit, hanem azt gondoltuk, hogy indulunk havi $1-tól, az egészen bődületesen sok, az valami 60 forint lehet adásonként, úgy számolom, és egészen fölmegyünk $25-ig, ezek a szabott kategóriák, de hát más összeg is lehet, és $1-ért kapsz egy hangos köszönömöt, $2-ért viszont már extra szolgáltatást is kapsz, amit úgy döntöttünk a fiúkkal hárman, hogy az lesz, hogy már az adás publikálása előtti estén, akik $2-ra támogatnak minket havonta, ők bizony meg fogják kapni előtte az adásmenetünket. Ez egy szuper titkos dolog, fiúk, úgy gondolom, de cáfoljatok meg, ha ti nem így gondoljátok, de szerintem tökre exkluzív.
Olyan, hogy hamarabb fogják tudni, mint én. Igen, sőt, lehet olyan is, hogy bele se kerül az adásba, mert kivágom. Úgyhogy fel tud készülni, hogy miről lesz szó, érdekli, nem érdekli, milyen témák lesznek. Aztán van egy következő sáv, ahol már bizony a show notes-ban is, mint támogató fel fogunk tüntetni, ez az 5 dolláros kategória, és ezt veled, Mújó, nem beszéltem még meg csak Fifikával, de a következő lépcsőfoknál ott annyira hálásak vagyunk, hogy egy előre egyeztetett időpontban egy órás Skype beszélgetésre a vendégünk az illető, ahol válaszolunk neki a felmerült kérdéseire, természetesen nem arra, hogy van egy ilyen-olyan készülékem, hány ómos kantál tekerjek rá, hanem úgy, hogy készül az adás, mit csinálunk, hogy készülünk föl, tehát ilyen jellegű dolgokból. És a plafon, amit most egyelőre megállapítottunk, dedikáltan összeget, az 20... Jobbulást, Kinga! Az 25 dollár, és azért ezeken felül, mind felül, még kap az illető egy Angry Vapor pólót, de hívhatjuk Angry Vapor pólónak is. Úgyhogy ezt találtuk ki, és azokat az összegeket, amik befolynak ebből hóról hóra rendszeresen, azt pedig szépen azon a számlán félretesszük, és hogyha valami kiadásunk van mondjuk azért, mert Fifika telegőzölte a mikrofonját, és a növényi glicerin tönkretette a kondenzátor mikrofonját, akkor be tudunk egy ilyenbe ruházni, szép magyar kifejezéssel élve, vagy hogyha egy kábel elromlik, akkor ki tudjuk cserélni, vagy ha valami szoftverre van szükség, vagy egy ilyen fizetős TeamSpeak szerverre mondjuk, akkor azt is tudjuk ebből finanszírozni, tehát azért mondom... Vagy el is ihatjuk. Hát, ez nagyon jó, hogy ilyeneket bedobsz, Krisztián. Próbálok komoly lenni, hogy hova el is ihatjuk. Igen, veszünk belőle egy rekesz borsodit, és kivisszük a Legion rára, hát ne legyünk komolytalanok. Szóval, ezen sokat rágódtunk, de mindenféle, hogy mondjam, igen, az volt az első mondás egyébként, és nem mondok neveket, lehet, hogy itt hármunk közül mondta valaki, de lehet, hogy nem. Hogy ezért majd kapunk a pofánkra, hogy mi pénzért csináljuk. Én úgy gondolom, és erősítsetek meg, hogy tehát ez nem az én egyedüli döntésem, hiszen azért vagyunk hárman, hogy tudjátok, 5 igen, 9 nem. Tehát bármikor bárki leszavazhatja a másikat, de úgy gondoljuk, hogy felénk is egy feedback, azaz 1-2-5 dollár az tényleg egy viselhető teher szerintem mindenki számára, és hozzá tudtok járulni ahhoz, hogy még jobbak lehessünk. Máshol ez működik. Más országokban ez működik, köpködés nélkül. Itthon is működik máshol köpködés nélkül. Remélem, hogy nálunk is fog ez működni köpködés nélkül, és tényleg nem várunk el semmi hatalmas összeget senkitől, ha nem adtok, az sem baj. Ha adtok, akkor azt megköszönjük szépen, és most csak el ne vegyetek. Átadnám a szót másik komolytalan műsorvezető társamnak, Mújónak, hogy mondja el ő is a véleményét, ha van, és komoly erről. Ő miről? Köszönöm szépen. Tehát azt szeretném, hogy dobjatok össze annyi pénzt, hogy Mújót lecserélhessük mondjuk Hajdú Péterre, mert ő legalább beszél folyamatosan, vagy nem tudom én, Schobert Norbira, vagy... Hát én mondtam az elején, hogy én általában ezektől a fajta dolgoktól idegenkedni szoktam, mert amit hobbiból csinálok, azért nem szoktam szeretni, hogyha anyagi dolgok kapcsolódnak hozzá, mert onnantól kezdve egész más érzete van a dolognak, de aztán meggyőztél, hogy igazándiból nem akkora mennyiségű és nem olyan típusú dolgokról van szó.
Úgyhogy ha meg egy kicsit tudunk tuningolni a technológián, technikán, infrastruktúrán, anyám kényen, hogy egy fokkal gördülékenyebben és faszában menjenek a dolgok, akkor én főt hajtok a kezdeményezés előtt. Ez volt a véleményem róla. Charlie, nem is tudom, mikor hívtál, vagy mikor beszéltünk erről. Nekem mindig ilyen furcsa, nem is tudom, érzéseim vannak a közösségi élettel kapcsolatban. Mit tudom is, én már öreg vagyok, tehát 30 évvel ezelőtt ez nem okozott semmilyen problémát, hogy összedobjunk egy kis pénzt, mert videót kell kölcsönözni a klub hétvégére, vagy nem tudom én, bármilyen ilyen dolog. És én akkor kezdtem ezt így pozitívabban látni, amikor rájöttem, hogy basszus, hát én már ilyenbe annak idején fizettem be, nem is tudom, 2 évvel ezelőtt volt egy telefonom, amire Xiaomi romot rakosgattam, és volt egy srác, akinek a romjait használtam, láttam, ó, donét gomb, oké, mit tudom én, $10, és akkor oda volt írva, hogy ha tetszett, amit csináltam, akkor hívj meg egy sörre, és akkor küldtem PayPal-on $10. És hogy ez tud tényleg tök normálisan működni, aki akar, az ad, aki nem akar, nem ad, tehát ez iszonyúan nem kötelező. Ez az egyik. A másik, ami nekem nagyon tetszett, hogy akár célokat is ki tudunk tűzni. Ugye erről beszélgettünk, hogyha menet közben fölmerül egy probléma, kell egy keverő, akkor ki tudjuk publikálni, hogy most, aki ad nekünk, abból a keverőt fogunk venni, vagy mikrofont, vagy nem tudom, fizetjük a TeamSpeaker szervert, vagy bármit az ég adta világon. Tehát meg tudunk határozni a podcast adásnak célokat. És ez nekem mindig is ilyen jó érzést kelt bennem, hogy van valami cél, basszus, amire a közösség, ha akar, akkor tud adni, illetve szerintem ez valamiféle mércéje is lesz a munkánknak. Úgyhogy aztán végül is azt mondtam, hogy mindaz mellett, hogy tényleg az első gondolatom az volt, hogy Úristen, hogy hányan fogják ezt majd úgy venni, hogy nem tudom én, mi most ebből akarunk tájföldi nőkkel közelebbi kapcsolatba kerülni, és elmélyíteni a tájnyelvtudásunkat egy bizonyos szinten. De hát nem erről van szó. Úgyhogy én azt mondom, hogy vágjunk bele, aztán majd meglátjuk, hogy lesz-e értelme, illetve hogy a mi szűk közösségünk ezt hogy fogadja. Aki még nem hallgatja a podcastet, meg azt most mondom, hogy én annak a véleményét úgy le fogom szarni, ahogy van. Hát azt... Érted? Mert ez a másik magyar szokástól, hogy hát az egy szar, és egy témája, ja, még nem. Hát akkor honnan tudod, hogy nem, mert az. Ennyi. Annyit fűznék hozzá, igen, hogy azt meg fog most... Amit mondtatok, arra reagálnék, hogy most úgy jön le, mintha kitaláltam volna valamit, és mind a kettőtöket győzködtem volna. Tehát elmondtam, nem, megbeszéltük, az egész más. Igen. Elmondtam, igen, az észrevétel, vagy a gondolataimat, és ebből alakult ez ki. A másik, hogy amit te mondtál, tehát azt is megfogadtuk hárman, hogy ezekkel a rossz indulatú megjegyzésekkel nem fogunk törődni. De azt még nem tudjuk, hogy lesz a szankciója, vagy sem. Tehát, hogy érzékeny búcsút veszünk-e az illetőtől, aki csak ezért mondjuk bejön a csoportunkba, mert nem hallgatja, de véleménye van róla. Mert a vélemény az milyen? Olyan, mint a segjuk, hogy mindenkinek, igen, van, de másére nem kíváncsi. Hogy ez, illetve, hogy tisztán lássuk a helyzetet, ez...
olyan komoly regisztráción kellett végigmenni, hogy még arról is nyilatkozni kellett, hogy milyen állampolgár vagy, ott milyen adózási szabályok érvényesek, megadni az adószámodat, anyám kínját, mindent, és ezután nekem bizony adóznom is kell. Tehát a könyvelőm nagyon fog örülni még egy olyan sornak, hogy mit tudni, és kerestem még ebbe az évbe $17 mondjuk. Na mindegy, én ezt bevállaltam, tehát egyepenész, csak tényleg, hogyha ilyen jön, hogy mit tudom is én, mint a szenvedés múltkor a mikrofonnal, vagy most a sávszélességgel, akkor ne legyen már az, hogy egy N plusz egyedik terhet veszünk a vállunkra azért, hogy egy hét sem maradjon ki. Nekünk is egy picit talán könnyebb így, és zárójelben jegyzem meg egyébként, fiúk, hogy bár ez megvárom, míg kiszívja magát. Úgy, tehát ez még nem volt akkor kipublikálva, mikor én ezt valakinek megmutattam a csoportból, hogy egy külső szemlélő véleményére is kíváncsi vagyok. Ő is elmondta azt, amit mi, hogy haj, a köpködés majd biztos, de ő leszarja. És a következő az volt, hogy pittyant a telefonom, mert ő már tolt is rá összeget, képzeljétek el, megvan az első patrónunk. Úgyhogy az első patrónunk, meg szeretném kérni, szerintetek ki volt? Én tudom. Los Angeles. Igen, igen. Azt mondta, hogy is mondta, hogy adásban nem mondjuk ki a nevét, mert azt utálja hallani, de hogy de valami csúnya szavakat mondhatunk rá, de hát azt nem szabad, úgyhogy köszönjük szépen. Szivaros Frici. Igen, Attilának, aki a tüdejét is áldozta már az ügy érdekében, és már rá is tolt $5 a számlánkra, úgyhogy tényleg, az a fiúk, határa csillagos ég. Mikor iszunk? Igen, igen, igen. Azt ne felejtsétek el, még egyszer mondom, hogy ez, amit oda kattint az ember, az minden hónapban egyszer levonásra kerül. Úgyhogy azt is ki kellett találnom, hogy ez hogy van, hogy nem minden podcast adásnál kerül levonásra. Úgyhogy, de megoldottam. Úgyhogy nagyon szép már a Patreon oldalunk is. Föltöltöttem 90-től fölfelé a show notes-okat, tehát a show notes az mindig fönt lesz, és ugye azok a patrónok, akik jogosultak rá, azok külön látják majd ott és csak ott a nekik szánt előre, mint egy pre-bétaként kiadott minden adásról a show notes-ot adás előtt. Hát aztán meg, aki meg még pólót is akar, az előtt is nyitva áll az ajtó, szóval ez volt most a hét legnagyobb idézőjelben újítása az előzőhöz képest, úgyhogy kipróbáljuk ezt is, hogy mi lesz, hogy lesz, nem esünk kétségbe, hogyha nem ad senki, tehát még egyszer mondom, toljuk tovább ugyanúgy, ahogy eddig is. Ennyi. Szerintem itt nézhetjük már úgy is, hogy ennyire komoly adás lettünk, hogy már akár támogatni is lehet minket, szimpátia támogatást is ki lehet fejezni. Őrület. Nem hát gondoltam volna ezt annak idején egyébként. Azt gondoltad volna, hogy eljutunk a 100. adásig? Semmit nem gondoltam volna annak idején. Figyelj, de Frankon, én úgy gondoltam, hogy... Hát mert nem tudsz előgondolkodni. Igen. Hát igen. Én úgy gondoltam, hogy ezekben a beszélgetésekben van 10 adás, mert mi a francot lehet ennyit beszélni az e-cigiről. Aztán látjátok. Aztán tessék. És ha egy kicsit... Már néha úgy gondolom, hogy bár ne lenne ennyi téma. Az utóbbi időben kifejezetten. Gyerekek, olyan uncsi, megint lehet dohányozni, vagy megint lehet elcigizni a vonaton, tökre szar, meg a busz megállóba is, sőt, elkérte a kisnyugdíjas a régi egószettemet. Hát ilyet még egy darabig nem hallunk. De hát ugyanúgy, ahogy arra is büszkék lehetünk, hogy nem kevés pénzt sikerült összeszednünk a demonstrációra, ez is egy milestone, hogy úgy mondjam. Na. Arra is szívesen adtak az emberek. Én bízom az emberekben, hogy ott is mindenki jó érzéssel adott, és szerintem itt is így leszünk. Úgyhogy ennyi. Erről a témáról. És akkor mehetünk is tovább.
akik figyeltek a Facebook csoportban, hogy egy kicsit elkalandoztunk az online játékok irányába, és azon belül is a március 8-án megjelenő Ubisoft-féle The Division zárt bétája felé. Mondjuk ki a teljes nevét, mert olyan szép a teljes neve. Tom Clancy's The Division. Fuck yeah! Nagyon fárasztó. Szóval a Division zárt bétája volt ugye nemrégiben, amire a szerencsések, illetve az előrendelők kaptak meghívást. És ha netán valaki szeretné kipróbálni, mert megtetszettek neki a remekbe szabott videók, az jó, ha tud róla, hogy február 19-én, ismét egy péntektől vasárnapig nyílt béta lesz, úgyhogy ezt már bárki kipróbálhatja majd ez alkalommal. Csak így érdekességképpen, hogyha valaki kacsingat felé és szeretné kipróbálni, mielőtt megvásárolja, magyar királyi forintokat áldozna rá, az most majd megteheti jövő hétvégén. És széjjel lőhetjük egymást. Úgy gondolom, hogy az még mindig csak a PC-s béta lesz. Hogy? Érted, hogy PC-s béta? Hát úgy, hogy ugye ez jön, ez multiplatformos játék lesz, úgyhogy... Mind a három lesz. Az a béta, az a public béta, az már olyan béta? Az előző béta is olyan volt, Charlie. Nem, mi legalábbis nem tudtuk konzolra letölteni. De mondjuk lehet, hogy a profil miatt bassza meg. Lehet, hogy a profil miatt. Előrendelők vagytok? Hát nem, inkább úgy mondom, hogy lapkiadók. Na jó, de hát kaptatok béta kulcsot? Persze. Ja, és nem jött ki. Mert hogy az előző, az árbéta is olyan volt, hogy egy nappal korábban az Xbox fanosok, és egy nappal később pedig a PC és a PlayStation 4, az ment. Még örgött. Mondjuk mindig emésztem a dolgot, hogy hogy lehet majd kontrollerrel irányítani. Határeset. Biztos lesz valami célzás rásegítés, vagy a fene se tudja. De billentyűzetnél is azért erősen figyelni kell, hogy mit nyomsz, mert az egyikkel fedezik mögé bújsz, a másikkal meg az autó tetejére, úgyhogy tényleg óvatosan. Én amikor elindítottam a bétát, másfél órával később még nem játszottam vele. Hát az, igen. Elment az első 3/4 óra nagyjából elment a grafikai beállítások tuningolására, meg a szájtátásra, a másik 3/4 óra meg ebből kb. Elment arra, mire a Razernek a nostromóját fölkonfiguráltam. Mai napig nyitva van a kis notepadembe a lista, hogy mit mire kötöttem. Valóban, kemény. És ugye egyébként szerintem pont ott olvastad, ahonnan mi néztük, ha G betűvel kezdődik. Szóval nekem nagyon tetszik. Internet? Igen. Elnézést kérem. Igen. Nagyon tetszik, bár kicsit félek én a Dark Zone-os helikopteres, én már csak húsdarálónak hívtam, meg hentelő mizériának, mert tényleg másról se szólt, ha te is biztos voltál ilyen helyzetben. Odaértek, hívjátok a helikoptert, és abba a pillanatba bazd meg jön a fedezék mögül a hentelés. És aztán ez oda-vissza, mert ugye ilyenkor, mikor titeket lehentelnek, akkor visszakerültök, és van másfél percetek, azt hiszem 90 másodperc van? Igen. Jól emlékszem, 90 másodperc, hogy odaérj a helikopterhez, akkor viszont a másik csapat, aki téged lehentelt, az, aki a csomagját föladná, és akkor neked kell lenni, és ez ilyen oda-vissza, tehát hogyha egy kicsit nagyobb büntetés lenne, kicsit távolabb, vagy máshogy, tehát azon még mondjuk szerintem lenne mit reszelni. Biztos, hogy finom hangulnak rajta. Nekem egyébként a bétában sikerült többször, még szólóban is sikerült menekítenem kifelé. Igen. Holmékat, úgyhogy nem volt ez annyira vészes, néha bele lehetett keveredni egy kis pofoszkodásba, az már még szórakoztató is volt valamelyes, bár én speciál nem vagyok a PvP játékok nagy híve, engem inkább a PvE része, meg a co-op része érdekel. És de hányszor lőttél ártatlant? Talán szerintem 10-nél kevesebbszer. Egyszer muszáj volt kipróbálni a móka kedvéért. Egyszer-kétszer meg belekényszerült az ember, de hogy nem vittem túlzásba. Alapvetően nem vagyok az a PvP-zős és genkelős típus.
Igen, különben millió olyannal találkoztunk, akit figyelj már, figyelj, ott a tetőn a mesterlövész, és így rácéloz. De tudod, hogy de nem lő a kis köcsög, mert azt várja, hogy átmenjél rúgba, és akkor onnantól kezdve abban a pillanatban, ahogy lelő, kapja érted az XP-ket, úgyhogy nagyon trogger egy meló. De érdekes, hogy ez nem olyan, hogy izé, hogy rúg lettem, és akkor becsúszok a sarokba, és akkor majd ott kikempelem, hanem ott menekülni kell keményen, mert hogyha megint meglősz valakit, vagy téged meglőnek, megint újra kezdődik az idő, ami ketyeg neked, úgyhogy ez olyan, meglőnek, vagy te véletlen meglősz valakit, és akkor ott rohanni kell, mert mese nincs, Andersen meghalt. De egyébként a sztoria nekem ígéretesnek tűnik. Hát tényleg valaki itt majd az adásmenetben, majd ki is térünk rá, kérdezte, hogy hát, na, vajon felnő-e a Counter-Strike-hoz, vagy a társaikhoz, vagy itt a játékmenet miatt eltűnik a süllyesztőbe? Hát megtudjuk. Megtudjuk időben. Yes. Már egy hónapot se kell aludni. De egyébként, hogy egy hónapot se kell aludni, hát még annyit se kell aludni, és jön a Walking Dead. Hát igen. 17-én, ha jól emlékszem. Nem 16. Várjál, nem. 15. 15, mert izére jön rá a Valentin napos hentelés. Ja. Na, hát az tényleg fasza, mindjárt itt van. Ja, és olvastam éppen, hogy kijött az első 4 perces, majdnem bétát mondtam. Kijött az első 4 perc, úgyhogy lehet csapatni azt is. Aztán mi van még itt a show notes-ben? Mondjuk a végére értünk itt a témáknak. Szépen alakul egyébként a találkozó, hogy a következő pontra ugye ráfűzzek. Tehát van már 2 komoly nagy támogatónk. Azt nem áruljuk el, hogy mik lesznek, de lesznek meglepetések. És majdnem 100-an vagyunk már, akik visszajeleztünk, hogy menni fogunk. Valaki nagyon unja, mert beleásított az adásmenetbe. Úgyhogy... Nem én voltam. Ha nem jön el a 90, jelen pillanatban 94 fő, csak mondjuk a fele, az is 50, az sem rossz. De hát mindenkit arra biztatok, hogy gyertek, mert tényleg ez lesz az utolsó nagy lerédeljük a picsába Lázárékat. Na, mi van még, fiúk? Olvasói. Hát... Jó. Mi olvasói kérdések. Jaj. Jó, menjünk akkor oda. Boris kérdezte. Nem. Bocsánat, Garamvölgyi Dénes. Nem. Nem, a legfőső Garamvölgyi. Off kérdés a következő podcasthez. Krisztián, milyen platformon játszol, ha már a Division Beta-ról volt szó? De ezt meg is válaszoltam. Igen, úgy tűnik. Jó, oké. Okay. Varga László, beszéltetek az utolsó előtti adásban arról, hogy némelyik vatta összeesik, némelyik megduzzad. Esetleg említenétek párat mindkét kategóriából? Hasznos info lenne. Te voltál? Én akkor elmondom azt, amit a múltkor is elmondtam, hogy én olyan ritkán tekerem újra a kazányaimat, olyan sokáig bírja egy-egy tekerés, hogy ugye, már elfelejted. Úgy vagyok, hogy már nem emlékszem, hogy melyik vattám duzzad, és melyik vattám esik össze, és csak időnként szerencsés kézzel belenyúlok. Ha jól emlékszem, akkor a mújó vatta az összeesik. Ez így megragad bennem. A cellukotton is, ez biztos. A cellukotton is összeesik, a rajon meg duzzad? Nem, a rajon is összeesik. Hát a rajon az a cellukotton. Hogy? Az ebelin duzzad akkor. Akkor ezt mondhatjuk úgy, hogy hát... Végül is igen, úgy emlékszünk, hogy valamelyik duzzad, valamelyik meg összeesik. Én azt biztosan állíthatom, hogy az amelyik duzzadásra hajlamos, az nem fog összeesni. És fordítva is jött. Ez nagyon jó. Mehetünk tovább szerintem. De Charlie, te vagy a teszter, neked ezt tudnod kéne csípőből. De tudod, hogy...
Ne csak a mi vérünket szívja. Hogy mennyire old school vagyok az üvegszál és rajon, ja, tudom, vonalon képzeld. Izzó sparherra locsolod a likvidet, és inhalálsz fölöttem. Hát most meginoktam, és vettem egy nagy csomag organikus kotton Muji lapot, ami, hát nem azt mondom, hogy életem végéig, de hát van benne 80 lap, tehát viszonylag sokáig kibírja. Úgyhogy nem tudom, ezeket a jobban viszi a dohányízt, meg jobban viszi a mit tudom, és én ezeket nem próbáltam, és ezért nem is mondok róla véleményt, de szerintem nem a vattával kell az ízeket ilyen szinten kihoznia a likvidből. Na, második kérdés szintén Varga Lacinak, inkább Fifikához fog szólni. Mindig is kíváncsi volt, hogy hogyan születik meg egy-egy likvid, nem én mondom, így van írva. Likvid ízvilága. Egyszerű gőzlér, még egy szó. Na már csak az kell, hogy gőzlesztő is legyen. Ajaj, ebből baj lesz. Egyszerű gőzlér, hogy képzelje el az íz összerakást? Hogyan kerülnek kiválasztásra az aromák? Hát, ez jó kérdés. Fejben először. Aztán jön a gyakorlati teszt, és a gyakorlati tesztet azt úgy kell elképzelni, hogy na akkor elmondom, most épp a Pilvaxon dolgozom. És ugye a Pilvax az egy dohányos kávés ízt kell, hogy így fölidézzem benned. Na most a kávé az elég jól el tudja fedni a dohányos ízeket, és ilyenkor az ember így fejbe összerakja, hogy hát legyen benne egy kis vanília, egy kis kávé, meg egy kis dohány. Ezt így végig gondolod. Utána jön az, hogy ki kell választanod a dohány aromát, a kávé aromát, illetve a vanília aromát. És én úgy szoktam egyébként, hogy megvan ez a három, és előveszek, nem tudom én, három olyan dohányos aromát, amit úgy gondolom, hogy a kávéval jól összeillik. Előveszek két-három kávés aromát, amiről tudom, hogy finomak, meg mondjuk kétféle vaníliát, az egyik egy picit tompább, kvázi dohányosabb, a másik meg egy ilyen kihúzó, nagyon arrogáns vanília, és ezeket először az ember így szaglásza, meg csíkot húz egymás mellé a kezére, összemossa az aromákat, szagolgatja, és amikor így összeáll mondjuk kétféle variáció, akkor én azt 100 millibe szoktam lekeverni, mert hogy soha nem tudod előre, hogy a friss keverés, és mondjuk egy hét múlva mi lesz vele. És utána elkezdett szívni valamilyen integrált kazánba, mondjuk én jelen pillanatban az Aspire Mini az egyik ilyen kedvenc integrált kazánom, de van mellette olyan duál üvegszálas integrált kazán, ami nem olyan rendszerű, mint az Aspire, plusz van egy felújítható kazán, én most például a GS-t, a régi GS-emet használom erre a célra, és folyamatosan kóstolgatom, fölváltva valami más ízzel, mert ugye egy idő után azért az ember így hozzászokik az ízekhez, és ezt nagyjából egy hétig csinálom. Illetve kóstoltatom, ez a másik, hogy jön valaki, na ezt kóstold meg, és akkor mit érzel benne, meg mennyire gondolod ezt finomnak, vagy jónak. Tehát nagyjából így zajlik le egy tesztel, és akkor ennek a folyamatnak a végén az ember tudja, hogy ami nagyon fontos, hogy sosincs menet közben változtatás. Tehát ha egyszer összeraktam, akkor nem az a, jaj, akkor még öntsünk bele egy kis ízét, hogyha valamiből úgy érzem, hogy több kell, akkor megint 100 millit lekeverek belőle. Kemény.
Hát kemény, mert az utána romázás az soha nem szül jót. Tehát lehet, hogy ez most valakinek a fejébe így nem áll össze, de nagyon sok lefolyóba öntött levest meg lehetett volna annak idején menteni, hogyha egyrészt előgondolkodik az ember, tehát tényleg fejbe kell először kigondolni, utána leteszteled, és aztán, ja, hát az arányok ugye az a másik, amihez tényleg az kell, hogy ismerd az aromát, mindig ugyanolyan alappal dolgozzál, mindig ugyanolyan eszközöket használjál, és mindig ugyanannyi mennyiséget keverjél, és akkor hát ez a rutin meg az évek szokták és mondani. És akkor reménykedjél abba, hogy az aroma gyártó nem változtat a bolha faszit. Nem változtat menet közben, igen, az a másik. Tehát azt a dolgot már sikerült kikerülnöm, hogy az aroma nálad változzon menet közben. Főleg a természetes vagy organikus aromák hajlamosak erősen oxidálódni. Tehát ahogy a levegő mennyisége nő az aromát fölött, úgy változik meg az íze. Tehát, és ha ezeket ki tudtad küszöbölni, akkor nagy valószínűséggel, amit kigondolsz, vagy kitalálsz, vagy így előre összeraksz a fejedbe, akkor ahhoz egy nagyon közelit tudsz keverni. De mondom, ez hát mikor lesz a találkozó? Márciusban? Március 19. Március 19, van még durván 2 hónapunk, de mondom, már egy 2 hete elkezdtem ezt így összerakni. Tehát gyakorlatilag már a polcon van 3 féle pilvax, ami arányokban és aromatípusokban különbözik egymástól. Már nagyjából azért tudom, hogy mi lesz a végső keverés, és ugye abból a pilvaxból le kell tudni keverni 2 litert. Tehát azért ez nem, és ráadásul most még ezt 6-os erősségű nikotinnal próbálgatom, és az is lehet, hogy a másik fog tetszeni, hogyha 3 mg nikotin lesz benne. Ez is előfordulhat. De ennyi. Menő. Nem menő, Krisztián, inkább azt mondanám, hogy ez ilyen, tehát tényleg munkás, hogy ezt így összetud. Állat, igen. Összetud rakni. Úgy értettem a menőt. Azt hittem, azt mondtad, hogy nem úgy értettem, hanem hogy szopó. Na, megyek tovább. És akkor kiderül, hogy kinek nem tetszett. Az orosz azt mondja, nem is kérdés, inkább kérés. Ne engedd adásba Mujót, ha a fütyülős Pelszó 2-t használja. Köszönjük szépen. Ú, látom, rajta álltál. Ó, célkeresztben van. Nem értem a kérdést. Nem értem a kérdést. Igen, hát mert nem is baj, kérdés most, volt. Boris most majd meghallgathatja, hogy a fütyülős Pelszó 2-höz képest mennyire jobb hallgatni Fifika szörcsögős véderkazányát. Igen. És akkor majd megláthatjuk, hogy melyik... Ez nem szörcsögős, ez sóhajtozós ez a kazán. Sóhajtozós, igen. Az orgazmus kazán. Na, tovább csapatom. Blacky kérdezte. A közelmúltban hallgattam, néztem valahol egy beszélgetést, hogy az Y4 rádió volt-e Vapor Trails vagy Vapors TV, a fene emlékszik, de elhangzott egy érdekes felvetés. Azt mindig vágtuk, hogy ha a nikotinnal kötekedés nem válik be, akkor az... Ez tök jó lenne, ha addig abba hagynád, csak még fölolvasom. Akkor az aromákkal fognak szőrözni, lásd a múlt heti benzaldehides témát. Elhangzott egy olyan gondolat a fent említett műsorban, hogy aki például a dripperből 60-80-100 watton napi 20-50 milli lekvidet tol el, mint a gyárkémény, mint tudjuk, hogy vannak ilyen userek, főleg a nagy víz másik oldalán, ahol a diacetil se para, a túlaromázás sem ritka, a 95%-os aromacsökkentésből nem sokat élvezhet. Valamiért nem tudok nem egyetérteni a felvetéssel,
mert ugye a mennyiségtől lesz valami méreg vagy gyógyszer. Mi a ti meglátásotok? Elmondom, akkor én már nagyon csöndben vagytok, én elkezdem, hát ha lendületet kaptok, addig Fifika is szívhatja. Az én meglátásom az az, hogy ezek a userek, akik, ahogy ő is mondta, nagy vízen túl használják ilyen teljesítménnyel, ők szerintem, ha nem is nagyon sok, de kurva sokat tettek annak érdekében, hogy ilyen legyen a megítélése ennek az egésznek, és ennyire fókusz pontba kerüljön, dohányzás fókusz pontba kerüljön, hogy így fogalmazzak. Nekem ennyi a véleményem róla. Igen, csak nem ez volt a kérdés. Nem baj, nekem ez volt a véleményem. Charlie, tiszteletbe tartjuk a véleményedet. Azzal egyetértek a Blackivel, hogy a miután úgy ehhez is értek. Tehát, és itt a hangsúly azon volt, hogy is. Is. Az is sem volt a hangsúly. Miután a marxizmus egyik alaptétele az, hogy a mennyiség minőségi változást hoz magával, ezért biztos, hogy annak van némi igazságtartalma, hogy minél több és nagyobb gőzt és több aromát veszel magadhoz, annál több fog a tüdődbe maradni, vagy a nyálkahártyádon, vagy lenyeled, vagy nem tudom én, bármi, tehát hogy több jut a szervezetbe. Én mondjuk a magam részéről egyébként a túlaromázás ellen voltam, nem is tudom, amióta az eszemet tudom, mint gőz, lér, és nem is értem ezt a túlaromázós dolgot. Egyébként valószínűleg azzal van összefüggésbe az egész túlaromázás a nagyvizen túl, hogy ezek egész nap képesek ugyanazt a szart szívni. Tehát, hogy nem váltogatják az ízeket, nem tartanak pihenőt a gőzölésben. Egyszerűen már erről beszéltem, és az, aki igazán élvezni akarja az ízeket, az hagyjon legalább fél órát két gőzmenet között. Tehát leülsz, vagy megállsz, vépelsz 5-10 percet, és legyen egy fél óra szünet, hogy az ízlelő bimboid újra tudják élvezni azt, amit csinálsz. Ha nem ezt teszed, egyrészt a magad ellensége vagy, a pénztárcád ellensége vagy, és nem tudom én, akármi. De hogy a tengeren túl biztos, hogy ezért van a rettentő túlaromázás, mert egész nap azt szívja, nem tudja másképp élvezni az ízeket egy idő után, csak hogyha túl van aromázva a likvid, és ez nem egy jó tendencia. Tehát az a jó tendencia, amikor egy jó íz visszaadású cuccal, minél kevesebb aromával is tudod élvezni azt a likvidet, amit használsz. Ez az én véleményem. Nekem nagyon sok véleményem van ebben a kérdésben. Összeírtam, az előbb azért gépeltem ennyit, hogy el ne felejtsem. Hogy az egyik az, hogy az elektromos cigaretta egészségvédő meg kárcsökkentő hatása nyilvánvalóan akkor érvényesül a leginkább, hogyha rendeltetésszerű, észszerű használatról van szó. Az ilyenfajta extremitásokba való elmenés nyilvánvalóan ezt valamelyes szinten alássa, és nagyobb kockázatot vállal vele az ember, viszont azt azért jó észrevenni, hogy a túlnyomó többség az rendeltetésszerűen és észszerűen használja ezeket a készülékeket, tehát nem fogja, ha csak valaki nem akar a kákán is somót keresni, akkor ez a néhány ember, aki a saját felelősségére teszi azt, amit tesz saját magával, nem kéne, hogy beárnyékolja magának az elektromos cigarettázásnak a teljesen egyértelmű egészségvédő és kockázat csökkentő hatását.
A másik, amivel fontos tisztában lenni ez ügyben szerintem az az, hogy ez a 95%-os ártalomcsökkentés, amit az angolok kihoztak, azt a maradék nagyon konzervatív és erős 5% becslést ők főként a nikotinos levesek fogyasztásának tudják be, tehát ezt az 5%-nak a nagyon-nagyon nagy részét azt a hobbi célú nikotin fogyasztás rovására írják, mint ugye érszűkítés, stb. Úgyhogy nem arról szól az a fennmaradó 5%, hogy van-e benne formaldehid, benzaldehid, stb. Azt ugye a különféle statisztikákból tudjuk, hogy a dohányfüsthöz képest rendszerint több százszor kevesebb ezeknek a mérgező anyagoknak a jelenléte. Na most, ha egy átlagos emberke mondjuk napi 1 milli likvidet eltol, ahhoz képest valaki 20-szor annyit eltol, akkor még mindig nem éri el azt a szintet a mérgező anyagok jelenléte, hogy megüsse a dohányzásnak a szervezetbe juttatott méreg mennyiségét. Úgyhogy nyilvánvalóan a 95%, hogyha nem vesszük azt, hogy itt többnyire a nikotinról van szó, annyira durván nem sérül szerintem. A másik, nyilván jót nem tesznek, ezek a fajta extremitások jót nem tesznek az ügynek meg a mozgalomnak, de mint minden elterjedőben lévő dologban el kell fogadni, hogy vannak extrém extremitásokba hajló felhasználók. A másik és utolsó szerintem, ami ebből a szempontból érdekes, és ezt nem nagyon fogjuk tudni még megtudni egy darabig, ugye az a tüdőnek a saját biológiai tisztító funkciói és méregtelenítése. Ugye Farsalinos Doki beszélt erről, hogy a tüdőnek nagyon jó és nagyon menő a szervezetben talán az egyik legfaszább önméregtelenítő mechanizmusai vannak, és a cigarettával ugye pont az a baj és a dohányfüsttel, hogy olyan mennyiségben vannak jelen benne ezek a szervezetre káros anyagok, olyan mennyiségben jutnak a szervezetbe rendszeres dohányzás esetén, amivel már a szervezet, a tüdő saját méregtelenítő mechanizmusai nem tudnak megbirkózni, ezért aztán nem is ürülnek normálisan a szervezetből, ezért aztán ott ténferegnek és mindenféle problémákat okoznak hosszú-hosszú évek után. A fő kérdés ezügyben az igazándiból, hogy hol van az a lélektani határ a tüdő öntisztuló mechanizmusai terén, ahol amely mennyiségnél még érvényesülni tud a saját öntisztuló folyamata. Nyilván valahol ott van ez a hotspot, ez a honeypot, amikor már nem képes tisztítani. És ugye az elektromos cigaretta drasztikusan, brutálisan kevésbé egészségkárosító mi volta, és ennek köszönhető, hogy olyan mennyiségben kevesebb a szervezetbe juttatott méreganyagok mennyisége és számossága, hogy ezzel röhögve megbirkózik a szervezet méregtelenítő mechanizmusa. Ha ezt a lélektani határt átlépjük, akkor onnantól kezdve nyilván már nem ennyire egyszerű a kérdés, de szerintem teljesen tudománytalan, hasraütős tipp most, hogy ez a napi 20 milli, az 50 milli az már azért tényleg elég meredek, de mondjuk egy napi 20 milli szerintem még nem üti meg azt a mércét, ami akár, hogy akár egy napon lehetne említeni a dohányzásra. Nyilván nem célszerű ezt csinálni, nem jó ötlet, de annyira nem durván egészségkárosító szerintem. Oké, és akkor jöjjön. Ez hosszú volt, bocsánat. Igen, láttad biztos a kommentemet, hogy sietek, és ezért ráfűztél még gyorsan negyed órát. Egy troll kérdés van még Blackie-től. A Liquid hosszú ideig történő tárolásáról mondjatok egy pár szót. Nem értem a kérdést, mi az, hogy hosszú ideig Liquid. Mi az? Erre térünk vissza május előtt, jó? Május közepén. Addigra bevásárolok a következő évre. Right. És akkor majd beszámolok az addigra kidolgozott likvid minőség megőrző stratégiáimról. Oké, Varga László kérdése. Az aroma kérdés engem is érdekelne. BF aromák például közel sem gőzölési célra lettek készítve. Egyszerű étkezési aromák. Legalábbis a gyártó oldalán semmi nem utal elektromos cigarettában való felhasználásra. Ezek így nem minősülnek elektromos cigaretta alkatrésznek sem, sem pedig Liquidnek. Csak a kérdés, hogy honnan fogja beszerezni bárki, ha a szaküzletek lehúzzák a rolót.
Hát külföldről akkor online. Külföldről online, így van. Így van. Egyébként örülök az észrevételnek pont a BF kapcsán, mert a BF-et annak idején direktben megkérdeztük, hogy mely aromák azok, amiket ők vépelésre alkalmasnak ajánlanak, és aránylag egyértelműen azt mondták, hogy kizárólag a dohányosok. Ezt jó tudni. Én néhány hónappal ezelőtt, vagy egy évvel ezelőtt belefutottam egy kis angol étkezési aroma, főként hogy hívják okhoz, süteményekhez gyártanak, meg ékrémekhez aromákat, viszont ugye, ahogy népszerűsödött az elektromos cigaretta, elkezdtek e-cigi aromákat is csinálni, és van, tudom, 300 féle aromájuk, és volt egy-két ilyen bizarr ízük, amit meg akartam próbálni tőlük, ők teljesen korrektül eljártak, és minden egyes arománál föltüntették, hogy az összetevői alapján ez speciál nem ajánlják senkinek, hogy elektromos cigarettában használják, a másiknál meg az volt, hogy a minden tudomások szerint ugyan ajánlani nem tudják, de ők nem tudnak róla, hogy olyan összetevője lenne, ami alkalmatlanná tenni a felhasználásra. Alapvetően az volt az ökölszabály náluk egyébként, hogy a PG-ben oldott aromák voltak azok, amiket mertek ajánlani eredendően. Na most azt azért tudni kell, hogy az összes aromagyártó élelmiszeripari aromagyártó. Tehát nem tudsz olyan aromagyártót mutatni vagy mondani, aki ne úgy kezdte volna a pályafutását, hogy élelmiszeripari aromákat állít elő. A PG-ben való oldás az már az elektromos cigaretta előtt is megvolt. Ugye vagy alkoholba, vagy PG-be, vagy a legrosszabb esetben vízben oldják az aromákat. Mondjuk nem teljesen ide kapcsolódik, de mindenkinek ajánlom, hogy a kedvenc dohányos vagy gyümölcsös aromáit egyszer próbálja meg vízben oldani, és érezze meg a különbséget a vízben oldott aroma íze illata és a PG-ben oldott aroma íze illata között. A harmadik dolog az, hogy a gyártók akkor járnak el helyesen, és a TPD-nek ez az egyetlen egy pozitív hozadéka lesz az egész e-cigaretta iparral tekintettel, tehát akkor járnak el helyesen, hogyha legalább nagy vonalakban az adott aroma úgynevezett bázisait felsorolják, hogy milyen vegyületek adják az adott aroma ízét. Előbb-utóbb ezt meg kell, hogy tegye minden olyan aromagyártó, aki az e-cigaretta iparban akar sürgölődni, forgolódni, mert kötelező föltüntetni a specifikációban a gyártónak azt, hogy milyen bázisokat használ az ízesítésben. Ezt vagy kiméri, mondjuk egy folyadék vagy gázkromatográfiával, vagy megkapja készen a gyártótól. Nyilván azt fogják előnyben részesíteni a gyártók, akik ezeket az információkat napra készen tudják átadni. Úgyhogy aromában azért nagyon sok minden lehet, nagyon sok aromában tényleg lehet olyan anyag, ami nem biztos, hogy jót tesz nekünk, de mondom még egyszer, egy igazán lelkiismeretes aromagyártó odafigyel ezekre a dolgokra, nyilván piacon akar ő is maradni, és ha van a TPD-nek pozitív hozadéka, akkor az ez lesz. Oké, mehetünk tovább. Ez a téma, ez érdekes. Tóth Dániel hallgatónk kérdezte, nem éppen ecigi téma, meg nem is aroma téma, de kapcsolódik hozzá. Arra lennék kíváncsi, ha publikus, hogy a család mit szól a podcasthoz, meg milyen viszonyban vannak az illattal, van-e valami házi szabályzat, például arra, hogy hol nem lehet szívni, vagy hol lehet keverni, ilyesmik, vagy esetleg vannak olyan aromák, amik be sem mehetnek a házba.
Mondjátok ti, tehát legyetek jó. Már kicsit aktívak. Eddig beszéltünk. Én szerencsés vagyok, hát ugye még Kingával nagyjából egy időben álltunk át az e-cigire, úgyhogy mondhatni a cicákon kívül a családban itthon mindenki elektromos cigarettázik, úgyhogy nincs ilyen probléma, hogy ne lehetne bárhol. Egyetlen egy probléma forrás szokott lenni, amikor valami sorozatot nézünk, és nagyon nagy kedvem van nagy felőket eregetni, és akkor közbe borítom Kingát, akkor meg szokott kérni, hogy próbáljon már meg ne pont felé fújni, mert egy kicsit zavaró, nem látja tőle a tévét és amúgy is, de ezen kívül nincsen ilyen probléma a podcasttel, meg az van, hogy nagy szerencsémre igazából mindenben támogatva vagyok, amit elektromos cigarettában végzek, úgyhogy a podcasttel sincsen semmi probléma. Néha egy kis szervezési fejetlenség adódik belőle, tehát ilyen logisztikai problémákat tud okozni, hogy most akkor másik szoba, nem másik szoba, ki van ott, ki nem ott, hol van, van-e vendég, útban vagyok-e, ilyesmi, de hogy probléma forrása igazából még sosem volt. Fú, hát én az éveim folyamán hozzászoktattam a családot ahhoz, hogy nekem mindig volt valami különc hobbim vagy foglalatosságom. Ugye hol újságot szerkesztettünk, hol modelleztem, hol mit tudom is én modellkedtél. Számítógépes tehát itt volt nyomtatószerviztől kezdve az újságkiadáson keresztül a zeneszobáig minden az ég adta a világon. És hál' Istennek most már, hogy hál' Istennek, hát nem hál' Istennek, de hogy most már abban a helyzetben vagyunk, hogy több helyiség van, mint ahányan lakjuk egyébként ezt az épületet. A keveréssel meg azért nincsen gondom, mert ugye van egy saját minősített laborom, tehát ha nekem keverni támad kedvem, akkor azt nem itthon végzem, hanem máshol, meg hogy mit szólnak hozzá, hát volt olyan a likvid kezdemény, amire azt mondták, hogy ezt még egyszer ne próbálja mit szívni, mert hogy borzasztó, de egyébként úgy nincsen vele gond. A podcastet meg megszokták szegények, tehát ők tudják, hogy ja, tudjuk, szerda van. És hát azért az nem így van. Elmondom az olvasóknak kis háttérinfó, hogy ez így szokott kinézni. Halkítsátok már le a tévét! Podcast van! Ennyi. Az a baj, hogy ez a mikrofon iszonyúan érzékeny, tehát mindent behallatszik, még a csukott ajtón keresztül is. Az akkor volt, Charlie, amikor kint ültem itt az előszobában az ablak alatt. Tehát akkor volt kutya, birka, tücsök. Macska, meg tücsök, meg ne járkáljatok, meg nem tudom én, de hogy miért nem jutott eddig eszembe, hogy becuccoljam ezt az egészet ebbe a legszélső szobába, ahol már kutyaugatás se hallatszik be, meg a birka bégetés, meg a medve brummogás, azt ne kérdezz meg. Tehát itt csak a konvektor ciripel, de lekapcsoltam, tehát... Igen, azóta fogyoskodsz. Már. Azóta megfagytam kétszer. Figyelj, új gólt találtam ki a Patronra. De ez nem igaz, csak viccelek. Gyűjtsünk egy olajradiátor. Na, elmondom, hogy nálunk hogy megy ez, mert nekem a legkeményebb a helyzetem. Az én feleségem soha nem dohányzott, és soha nem elektromos cigarettázott. Most hazudtam, talán két darab fél slukkot egy Ego 500-ból így, hogy nem halljátok, mert a hülye majom belefújja a szarját, így, hogy így fújt. Neki ennyi elég volt. Úgyhogy nálunk van olyan kazán, nálunk úgy van, hogy kazán van kitiltva szobákból, gyakorlatilag az egész lakásból, mert itt nem Hacienda-n élek. Úgyhogy érdekes, a málna sem ízlik neki illatra, és érdekes, mikor
elmegyek a könyvelőhöz, akkor fújjat felém, van, mert neki meg ízlik az illata. Olyan likvideket kifejezetten nem szívok, ugye én a gyümölcsöseket favorizálom inkább, de nálunk a szokásos és sablon és unásig hallott mondat, mondjuk este tévézés közben a harmadik sluknál nem volt még elég. Hát nálunk ez megy, és akkor mondom, de még csak a harmadik, és akkor kivonulás, akkor másik szobába tovább tévézés. Tehát voltak olyanok, mikor két külön szobában néztük ugyanazt a műsort, mert nem, őt valahogy zavarja a gőz. De egyébként, tehát annyiban alá kell írjam, hogy abban igaza van, hogy nekem is, mikor elmegyek egy találkozóra, akkor van már az a pillanat, mikor jól esik kimenni a friss levegőre, mert lent annyira töményen szívja mindenki folyamatosan a saját likvidjét, hogy már nem jó minőségű levegőt nem lehet lent kapni. Már túl terheli a szagló idegeidet. Hát inkább azt mondom, hogy már a gyomorforgató már annyira töményen. Szóval ilyen, itthon én nem nagyon szoktam keverni egyébként, meg az a szoba, ahol vagyok, ez, hogy most mindig adás után bejön, és akkor úgy kezdi a mondatot, hogy úristen. Tehát ez, meg az, hogy ugye, ha itt van, éppen itt szárad a ruha, akkor és lerakódik rá, mert az ablakon is ott van. Tehát az nekem évekbe tellett, még azt elfogadta, hogy az ablakon is ott van, de a tüdőmben nem rakódik úgy le. Hát, ez van, fiúk. Úgyhogy kicsit óvatosabban. Meg nyáron, ha úgy adódik, akkor tényleg kimegyek, és akkor kint is szívom akkor a masszívabb kazánokat, de ennyi. Tehát azt nem mondom, hogy folyamatosan karddal kerget. Például érdekes, a kocsiba lehúzom résre az ablakot, és Olaszországig elmegyünk egy seggel, és fújom ki néha a gőzt, és ennyi, azt jól kiviszi a húzat. Tehát ott sose volt ilyen, hogy a kocsiban nem mert mit tudom is én. Úgyhogy ennyi kis háttérinfo a családainkról, illetve hogy tűrik el, de azért hálásak lehetünk mindannyian, hogy eltűrik a hülye hobbiainkat. A podcast az meg, hát már megszokta, hogy két napot elvesz, vagy két éjszakát elvesz az életemből, úgyhogy ennyi. Mert akkor most leleplezhetjük már magunkat, egy picit, fiúk, nekünk is könnyebb lenne az adásszerkesztés. Egy egyöntet vígent vagy nemet várok. Igen, persze. Tehát az adásokat azt mindig szerdán vesszük föl, mert mindig szerdán teszem föl a kérdést, akinek még nem esett le. És annyi munka van vele utána, hogy nekem kell két, hát másfél este, hogy olyanra tudjam azt kalapálni, amit azt hallottatok, vagy hallottok az éterben, úgyhogy ez két estémet elveszi, tehát a szerda, csütörtök az nincs. Nem tudom, hogy mi megy a Szulejmánba, meg vagy hol tart a Szulejmán, meg nem tudom, hogy mi van olyankor a tévében. Hát ennyi gyakorlatilag, de jól bírják az itthoniak mindenkinél szerintem. Tehát azért még nem voltam basztatva, hogy podcast. Na most kíváncsi leszek majd, mert körülbelül másfél órája írtam, hogy már végzett és mehetek érte, de mondtam, hogy még 15-20 perc. Hányszor mondja be, hogy 15-20 perc, vagy fél órája mondtam. Na, úgyhogy hát ennyi, fiúk, nem egy nagy érdekesség szerintem. Nem tudom, van-e még... De kedves kérdés volt. Valaki. Igen. Ez kifejezetten földobta a kérdések egyhangú sorát. Én annyit kérnék tőletek, mert mindenből kifogytunk, hogy a videóhoz én beraknám azt a bizonyos videót, amit Mújó, te is megnéztél adás közben a nagyon intenzíven replikázó kishölgyről. Kultúra kéne, mert az nincs. Hát nem tudom, én raktam videót is, meg kultúrát ja, is. Ja, aha. Jó, hát akkor azt berakjuk úgy majd. Mi a kultúra? Hát kultúra az most egy nagyon furcsa dolog lesz. Van egy androidos képernyőzár, és azt ajánlom mindenkinek kipróbálásra egyébként,
Mert nagyon kultúráltan lehet vele megvédeni a telefonodat. A családtagoktól? Bárkitől. Nekem az egyik kedvencem, olyan funkciói vannak, érted, ami abszurdum egy képernyő zárnál. Például az, hogy tud olyat, hogy mindig máshova teszi a számokat. Már mi az, hogy... Tehát ha valaki... Ja, hogy ne az hogy... legyen, hogy mit tudom is, én igen. A számokat beírod, és megnézi, hogy hol zsírosabb a telefon képernyője. Igen, hát igen. Hát az zseniális. Bár mondjuk én nagyon egyik. Vizuálisan írom be mindig a PIN kódokat is a telefonomon, úgyhogy én, ha az összekeverik, én azt akkor kész, kizártam magam a rendszerből. Ez az egyik. A másik funkciója, ami zseniális, hogy egy szar próbálkozás után lefotóz. És azt elküldi, és gondolom. És elküldi neked e-mailbe. Zseniál. Tehát valami szenzációs, tök ingyenes. Nagyon szép skinek vannak hozzá, meg szerintem az nem hogy az egyik, hanem a legjobb képernyő vagy kép. No, ez vagy nem is tudod, készülék. Hogy mekkora örömet szereztél nekem most ezzel az appal. Igen? Igen, mert a Huawei-nek a gyári lock screen-je az valamiért úgy működik, hogy annyira elbaszta a Huawei, hogy a zenevezérlő egyedül a Huawei saját zené lejátszóját vezérli. Ezt kíváncsi vagyok, még most számolom, hányszor fogod szaról kimondani. Mit? Az, Huawei-t? Az, hogy Huawei. Huawei-nek szoktam hívni, de nem baj. Huawei. De a gondolod, beszéltünk a BIT-ról is. Hát nem én voltam, az se én voltam. Tudom. És ez nagyon régóta baszta a csőrőmet, mert kiadtak egy fél éve egy frissítést, amivel elkezdtek működni, és amivel a sajátjuk nem működött, és nagyon örültem neki, mert én Shuttle-t meg a Google Play-nek a lejátszóját használom, és így végre valára nem kell állókolni, hogy számok között ugráljak, és aztán kisvártottak, kiadtak még egy frissítést, és visszacsinálták, és megint szar. Hát, ha ezzel normálisan fog működni, ezt most kipróbálom. Ezt a CM Lockert mondom, bárkinek ajánlom, hihetetlen, ja és olyanokat tud, hogy képernyőzár fölold, és azzal a mozdulattal kitakarítja az appokat, ami a memóriában van. Tehát azt se tudsz, hogy úgy utána egy historiba visszamész, hogy na miket nézegetett? Nem, tehát nem úgy, hát tudod, amik futnak a háttérben is zabálják le a memóriádat, azt egy zárás nyitásnál gyakorlatilag kilövi a picsába. Hát, de mondjuk arra is jó, ugye, amit mondtam, tehát hogyha valaki véletlen mégiscsak megfejti, de föloldja, akkor is kilövi, és nem tudod azt, hogy bemész az appba, vagy bemész a mit tudom is én, hogy megnézd, hogy na, mit nézett ott, vagy mi volt? Nem, meg olyan funkciója is van, hogyha lentről fölfelé húzod a zárképernyőt, akkor be tudsz kapcsolni egy zseblámpát, annék, hogy belépni a telefonba, mit tudom is én, tudsz egy ilyen takarítást csinálni, zenelejátszót vezérelni, tehát csomó dolgot tud, és zseniális. Tehát én nagyon sok ilyen képernyőzárat kerestem, nekem ez volt a legjobb, és ahogy bekapcsoltam, azonnal fogott nekem 2 darab betolakodót, úgyhogy azonnal tudtam, hogy ki az a családból, aki nézegetné a telefonomat. Ennyi. Már telepítem. És utána meg, jó, Krisztián, nálad mi fog látszani? Macskás képek. Majd azt mondod, porc, cicám, nem lesz ez így jó. Hát hogy videózzak én így? Zseniális az. Na jó van, fiúkák, akkor csapassuk le a végét egy megfelelően konkrét adás címmel. Bassza meg, már megint az adás cím. Folyamatosan. Nem hiszitek el, hogy ez a legnyűgösebb feladat a podcast végén kitalálni, hogy mi legyen a címe az adásnak. Ó, Istenem. Hát szerintem amiről ti nem tudtok, az a 3/4 óra baszakodás, hogy hol tudunk normálisan beszélni. Ja igen, mert ebben volt egy... Várjál, és a tegnapi. Az még volt egy nettó ja, hát másfél a óra. Tegnapi másfél óra. Hát akkor, igen. Mert az hogy volt? Ma is volt TeamSpeak, aztán menjünk át vissza Skype-ra, mert az biztos jobb lesz. Most már a Skype fél, mert fönn van a TeamSpeak. Nem ijedt meg a rohadék, még mindig szar volt.
meg ott is csak egy-egy embert láttunk, aztán vissza Teamspeakre, aztán szakadoztuk, aztán leszakadtam, aztán visszajöttem. Hát nem volt barátunk az éter, hogy úgy mondjam. Hát nem. Ez az elmúlt, éter, ami nem méter. Elmúlt időszak, ez szopás volt. Hát ördögi volt inkább. Igen. Már ez olyan, hogy mondjam, 18 széf ez a cím, hogy ördögi, nem szopás, de akkor ördögi, ördögök az éterben, vagy... Nem, az éter ördöge. Az éter ördöge, ez zseniális. És most úgy csinálunk, mintha nem beszéltük volna meg előre. Igen. Nem, tényleg nem beszéltük meg. Akkor legyen ez. Az éter jó. Ördöge. Az éter ördöge. All right. Fiúk, 5-7. 5-7. Két és fél óránál járunk mindjárt. Azt a büdös minden. Aha. 2-25. Lackó Attilának tudod, próbáltam egy kicsit. És bocsánat, fiúk, egy pici offot a végére. Képzeljétek, már van még egy patrónunk. Bocsika. Bocsika. $5. Karamvölgyi Dénes. Köszönjük szépen. Hát még szép, hogy köszönjük nagyon szépen. Nagyon köszi mindenkinek. Nagyon köszi. Hú, lassan lecserélheti Fifika a nejlonharisnyáját. Márhogy a popfiltert a mikrofon előtt. Akkor én most elmegyek Ferrari.com. Várja, és akkor várja, előtte nézd meg Emirates online, és akkor gyorsan jegyet foglalni először a Ferrari arénába, hogy azért mégis be tudjad lakni a gépjárművet, és utána megfelelő. Melyik tengerparton építették most azokat a nagyon menő mesterséges szigeteket, és még lehet venni néhány? A Dubajra gondolsz? Igen. A szigetedhez, a lakásodhoz, bazd meg, egy lift is jár, amivel mínuszba tudsz menni, és neked van egy saját korallzátonyod, és olyan, mint az autók extra listáján, hogy olyan jó lenne, szeretnék kérni két olyan nagy szögletes piros korallt, meg szeretnék kérni egy kéket, és ezt neked összelegózzák. Délután 6-kor cápákat. Igen, és egyék a ficsor urat, ha lehet, a birkáival és egy medvével. Megoldjuk, uram, megoldjuk, ha kell minden héten. Annyi ficsor van, mint égen a csillag. Charlie, a videót azt kicseréled? Akkor a, nem, jó az a másik. Ja, de akkor mondanék két szót a videóról. Jó, mondjad, hogy meglegyen a 2,5 óra, és az asszony megöljön engem. Amit fölraktam, ez egy kreatív videó. Nem tudom, mennyire tudjátok, Koreában van egy úgynevezett papírfonás. És a videó ezt a papírfonó mestert mutatja be, aki egyébként tehát a harmadik generáció ebben a művészetben vagy szakmában. És hát ez valami zseniális, öcsém, amit egy sima, fehér, ilyen rizspapírból font, ilyen nem is tudom minek, madzagokból fonnak össze. Tehát ez full papír az egész. Most ennek nagy reneszánsza van ezeknek az újrahasznosított papírdóknak, de ez kifejezetten ehhez a dolgokhoz készülő papír. Hát aki megnézi, az biztos, hogy bele fog szerelmesedni ebbe a dologba. Nekem rettentően tetszik. Ennek van egy európai változata, amikor újságpapír csövekből fonnak meg dolgokat. Nézze meg mindenki, aztán kedvet kap hozzá, akkor dúrja meg a netet, nagyon sok segítséget fog hozzá találni. Ennyi. Jó, mindenkinek nagyon szépen köszönöm, hogy végighallgatta ezt a több mint 2 órányi adásidőt. Fiúk, megint zseniál volt, jót beszélgettünk, és megint egyel közelebb kerültünk a 100-hoz. Sőt, 100-hoz. Az 1000-hez is egyel közelebb kerültünk, basszus. Kemény. A 4,8 milliárdhoz is. Igen. Más a lépték, de közelebb vagyunk mindenféleképpen, úgyhogy köszi, hogy itt voltatok, és jövő héten veletek ugyanitt
Sziasztok! Egy élmény volt. Sziasztok! Köszi, sziasztok!